Hát ez a hely a betegség meleg ágya. A Marquez a szolgáinak fele már elpusztult. Abból a néhány szegény gézengúzból, akik nála maradtak. A temető már tele van. Néma csend követte ezeket a dermesztő szavakat. Ezután Robert mélyet lélegzett, mintha friss lelkesedés szívott volna magába. Hát, akkor itt sok munka akad számunkra, állapította meg. Menjünk és fogjunk hozzá. Hangja mélyen zengő volt, de szavai szónokiasan hatottak, és belőlük az érzelmek megtört visszhangja furcsán és hamisan csengett. Hát akkor induljunk, szólott Rogers röviden. Vitessük ki a partra podgyászokat. Komoran zordan indult kifelé a kabinból, ki a napfénybe, melynek éles ragyogása most szinte élettelenül, és mégis félelmetesen hullott szét. De Robert most már egyáltalán nem volt élettelen. Előbbi habozása már eltűnt, s Rogers kemény tekintete ideges buzgalommal töltötte el. Ő, aki máskor Susan tevékenységét beleegyező nem törődömséggel nézte, most hirtelen félretolta a leányt, sürögni-forogni kezdett a podgyász körül. Susan kesztyét húzogatta, s figyelve állott. A forróság ellenére is hiányosan volt felöltözve, ha kesztyű nélkül lépni a száraz földre. Azután egy gondolat sugallatára lassan megfordult, és elindult a felső fedélzetre. A kormányosi fülke előtt összetalálkozott Rentonnal. Már éppen a nyelvehegyén volt, hogy Isten hozzádat jöttem mondani önnek, amikor a kapitány rákiáltott. Éppen magukat keresem. Arca felindulást és aggodalmat árult el. Kezében egy papírlapot zörgetett. Rövid szünet után előretölt állal folytatta. Arról a járványról van szó. Attól tartok, hogy több benne az igazság, mint amennyiről mi tudunk. Azt hallottam, hogy a helyzet a lagúna körül nagyon súlyos. Nem szükséges, hogy maguk is belekeveredjenek ebbe az ügybe. Maradjanak Santa Cruzban, amíg a szerencsétlenség el nem múlik. Ha akarnak, a hajón is maradhatnak, míg valahol szállást nem találnak. Csak holnap indulunk tovább. Halvány mosoly játszott Susan ajka körül. Nem vagyok megrépülve, kapitány. Talán Santa Cruzban a járvány nem épp úgy dühöng. És ebben a vonatkozásban Las Palmas is épp annyira veszélyes volt. Éppen most beszélt erről Mr. Rogers. Hát ott, miért nem maradtunk a hajón, ha ott is éppen olyan rossz a helyzet, mint másutt? A kapitány dühösen felmordult. Arca bíborvörösre gyulladt. Az ellentmondás nem tűrő fegyelem át és átította természetét, és gyűlölte, ha meg kell változtatni a véleményét. Tévedésen alapult, hogy megengedtem a partra szállást, feletek urtán. Az ügynöknek pedig majd megmondom a magamét. A helyzet sokkal komolyabb, mint ahogy nekem jelentette. Most már határozott értesüléseim vannak. Jobb lesz, ha elfogadják indítványomat. Maradjanak Santa Cruzban. Ott tűrhetőbb a helyzet. Itt kihúzhatják az időt, amíg minden rendbe jön. Nincs értelme, hogy a közvetlen életveszélybe rohanjanak. Ezt parancsolja a józanész is. Susan a fejét rázta, és lassan vontatottan mondotta. Néha nem a józanész adja a legjobb tanácsot. A kapitány ingerülten lebegtette a papírlapot. Hát mégis oda mennek? Igen. A kapitány gondosan tanulmányozta a leányt. Mugorva arc kifejezése lassan felengedett. Kezét nyújtotta, és kevésbé fagyos tekintettel nézett rá. Akkor hát jó szerencsét, mondotta, óvakodjanak az éjszakai levegőtől, és ne legyenek idegesek. Susan megérezte a kapitány hangjából kiáradó tiszteletet, és ez átmelegítette. Az árnyékszerű mosoly újra ajkára lopakodott. Biztosíthatom, hogy nem vagyok az idegesek fajtájából való. Lassan megfordult és tovább ment. Lelépkedett a lépcsőn, és amikor bekanyarodott a folyosóra, tekintetve remegve lángolt fel. Harvey Leitz közeledett feléje. A folyosón találkoztak, és Susan valami ostoba némassággal állt meg. Harvey is kénytelen volt megállani. Teljes 10 másodpercig feszült, ideges csend ereszkedett kettejük közé. Aztán Susan zavartan hebegte. Mi most már megyünk. Az imént búcsúztam el a kapitánytól. Harvey olyan szoborszerűen bámult a leányra, mintha állarc fedni arcát. Az élettelen arc és a hideg tekintet láttára Susan úgy érezte,
hogy minden keserűség összegyűlik benne, ami ismeretségük idején elöntötte a lelkét. Hát akkor szólalt meg Harvey, Isten áldja. A leány lángvörös arccal állt. Újra is még áthatóban érezte a férfi sebeket osztó, gyilkos hatalmát. És ugyanabban a pillanatban rádöbbent arra is, hogy most elszakadt tőle, és hogy többé sohasem látja viszont. És ez a gondolat, eddig még nem tudta teljes egészében átérezni, most mint váratlan csapás érte. Talán már utat engedne, szólalt rá Harvey fáradtan. Vagy talán egy búcsú himnuszt fogunk elénekelni? Várjon még, kiáltott fel Susan. Ne menjen még. Ne menjen. A legyőzhetetlen vágy, hogy a férfit visszatartsa, arra késztette, hogy kezét előre nyújtsa, és megragadja a férfi kabátja ujját. A vékony szöveten át érezte a férfi karját, és erre az érzésre borzongás futott rajta végig, ami tovább rohant lüktető vérén a szívéig. Ígérje meg! Ígérje meg, mielőtt elmegyek! Dadogta Susan félig öntudatlanul. Miért ígérnék meg bármit is? Semmiféle kötelezettségem nincsen magával szemben. Ó, nem is velem szemben, lihegte Susan, hanem önmagával szemben. Ó, én senkire sem gondolok, csak magára. Harvey merven bámult a leány őszinte, reáltekintő arcába, amelyet szinte végig szándott a felindulás. Fáj, folytatta Susan vadul, ha látom, hogy mennyire nem törődik önmagával. Ma nem volt lent egyetlen étkezésnél sem. Nem evett semmit. Ó, maga nem vigyáz magára. Zavartan elhallgatott. Szeme Harveyre ragyogott. Aztán bátorságát összeszedve, könyörgő hangon folytatta. Jól tudom, bolondot csinálok magamból, de ezzel sem törődöm. Tudom, hogy gyűlöl, de ez sem állít meg engem. A maga lénye felszítja bennem a segíteni akarás lángját. Én bízom magában. Tudom, hogy nagy dolgokra hivatott, és ó, mennyit szenvedett. Nem akarom, hogy tovább is szenvedjen, nem, nem akarom. Nem tudnám elviselni, ha tovább szenvedne. Nem tudnám elviselni. Ó, kérem, nagyon kérem, engedje hinnem, hogy vigyázni fog magára. Ígérje meg, és akkor én boldogan megyek el. Keze lecsúszott a férfi kabátja ujjáról, s ujjai görcsösen fonódtak rá Harvey kezére. Eresszen el, kiáltott rá Harvey, és úgy rántotta ki a kezét a leány remegő ujjai közül, mintha fullánk érte volna. Ó, tudom, tudom, kiáltotta Susan, és szívét összeszorította a féltékenység. Tudom, hogy ő beleszerelmes. Ne gondolja, hogy nem vettem észre, de még ez sem állít meg engem. Hisz ő nem érezheti maga iránt azt, amit én érzek, s látja, ő elment. Épp úgy, mint ahogy én is elmegyek. De gondolataim mindig maga körül lesznek, mindig és örökké. Nem tud megszokni előlük. Nem. És imádkozni fogok magáért. Igen. Az imádságaimon keresztül fogom magát szolgálni. Ijesztő szünet következett. A csendet a leány hangos és gyors zihálása töltötte be. Kérem, ne tegye. Szólalt meg Harvey halk, szomorú hangon. Felzaklatja önmagát. Mindezt semmiért. A reménytelen hiábavalóság csendült ki Harvey hangjából, de ez inkább csak ösztönözni látszott a leányt. Már éppen szólásra nyíltak ajkai, amikor háta mögött váratlanul valaki ezt mondta. Mi már készen vagyunk, csak magára várunk. Rogers volt, felfegyverezve éles, átható tekintetével. Mellette bátyja állott. Susan keze reménytelenül hullott le. Tekintetével egy pillanatig Harvey tekintetét kereste, aztán szó nélkül megfordult, és elindult lefelé a fedélzetről. Nos, szólalt meg ekkor Tranter határozatlanul, majd Isten hozzádott dadogott, s Harvey felé nyújtotta kezét. A régi ömlengő férfias készszorítás eltűnt. Keze pegyhütt és hideg volt, mint a hüllő teste. Rogers némán állott. Hideg ellenérzéssel mérte végig Harveyt, azután szögletes vállait elfordította és tovalépdelt. Harvey mozdulatlanul merev, lárvaszerű arccal nézett utánuk, amint áthaladtak a hajóhídon is felszálltak a várakozó kocsiba. A lószerszámok megcsörrentek, a patkók megdobbantak, fehér por szállt nyomukba.
Harvey még mindig mozdulatlanul bámult utánuk, amint lassan tova haladtak laguna felé. Lagunában, ahol a sárga láz dühöng. 15. fejezet. Az utasok közül csupán Harvey maradt a hajón. A hajó tétlenül pihent a furcsa csendben, mely most úgy borult Harveyra, mint a sietve elhagyott ház sivár némasága. Egyedül. Ez a szörnyű szó, mely örökké csak ő hozzátapadt. Ő, aki mindig sóvárogva vágyott az egyedül létre, aki mindig elegendő volt önmagának, és most az egyedül valóság tépő fájdalmát érezte. Ott ült a kabinban. Térdén könyv hevert, és azzal ámította magát, hogy olvas. De a sorok szétfolytak szeme előtt, és a szavak jelentősége eltűnt. Mindegyre is gyötrődve pillantott vissza, furcsa, zűrzavaros életére. Hiába való. Teljesen hiába való. És egyre növekedett benne az az érzés, hogy alkalmatlan az életre. Amit eddig csupán véletlennek tartott, és ami pontot tett kórházi pályafutása után, és most hirtelen más és megváltozott jelentőségben támadt fel benne. Most már sajnálta nem önmagát, hanem azt a hármat, akik meghaltak. Szegény ördögök. Ez volt a végzetük, nem volt más lehetőségük. Türelmetlenül dobta az ágyra a könyvet, és aztán még hosszú ideig ült, belebámulva a levegőbe. Végül kopogtatás hallatszott az ajtón, Trout lépett be a mindennapi melegvizes kannával. Harvey figyelte a steward mozdulatait, amint a kannát letette, és a kabin csendesen rendbe hozta. Szokatlan megindultság vett rajta erőt. Tárcájából kivett egy bankjegyet, és a steward felé nyújtotta. Fogadja el, mondta. Azért, hogy egy átkozott, hálátlan disznónak gondját viselte. Trout aggodalmaskodó, tapintatosan elhárító kézmozdulatot tett. Nem, uram, igazán nem, örömmel tettem. Ráérez akkor is, ha majd visszatérünk. Vegye el, szólt rá Harvey nyersen. A steward átvette a pénzt, néhány másodpercig zavartan állt, majd köszönetet mormolt, s hajlongva ment ki a kabinból. Miért? Gondolta Harvey, miért is tettem ezt? Eleinte átkozta Troutot, most pedig az érzelgősség émeitő rohamában. Megajándékozta 1 fonttal, holott nem is volt rá különös alkalom. Nagyon is rejtélyes volt ez ahhoz, hogy a mélyére hatoljon. Abba hagyta a boncolgatást. Tekintete rátévett a melegvizes kannára, amely ott állt a mosdóállvány mellett. Aztán eszébe jutott, hogy egyedül kell vacsoráznia, és ez elcsüggesztette. Amikor a hajó a dokban állott, Renton mindig saját kabinjában étkezett. Korkorán pedig, igen, még korkorán is elhagyta. Látszólag anélkül, hogy a visszatérésre gondolna. Egyedül van tehát, mégis egyedül, egyedül, egyedül. Ez a szomorú szó újra rabul ejtette. Pedig a múltban milyen vakmerő önbizalommal élt, öklével belevágott a barátság arcába, kigúnyolt minden érzést, sértő, megfellebbezhetetlen bölcsességgel. És most meg kellett tanulnia, hogy ez a bölcsesség mégsem megfellebbezhetetlen. És miért kellett megtanulnia? Szerelem. 6 hónappal ezelőtt erre a szóra gúnyos kazagása válaszolt volna. A hiába valóság megvető kigúnyolásával. De most már nem nevetett, és nem is gúnyolodott többet. Mérire gondolt. Soha többé nem fogja látni. Most arra vágyott, hogy lássa. Mary azt mondta egyszer az ő csendes, alig hallható hangján, hogy az életet különös és szövevényes hatások irányítják, amelyek felül kerekednek az észszerűség törvényein. És amint most erre a különös végzetszerűségre gondolt, amely már ő benne is lassan életre kelt, megdidergett a feltámadó reménység lehelletétől. Egész életében mindig az élesen elhatárolt tények rideg, észszerű meghatározására törekedett. De most homályosan rádöbbent egy másik erőre, amely magasabb és bensőségesebb, mint az észszerűség. Miért sóhajtott? Felállt és kinézett az ablakon. A munka láza már elült a kikötőben, de az alkonyat még nem szállt le. A móló melvédjén túl ide látszottak a város háztetői, egyik a másik hátán. Mozdulatlanul sorakoznak, és mégis, mintha élnének. Úgy látszott, hogy feléje integetnek, s amint így töprengett, hirtelen valami ellenállhatatlan nyugtalanság fogta el.
Nem maradhatok a hajón, gondolta. Egyszerűen nem tudok itt maradni. És minden egy pillanat alatt megtörtént. A gondolat egybeolvadt az elhatározással. Felkapta kalapját, kirohant a kabinból, és a rakpart felé sietett. A levegő már hűvös volt. Mikor a móló végére ért, gyors léptei sétálásba lassultak. Áthaladt a vámhivatalok mögött vezető úton, és befordult a plázára. Itt megállt. Az üzletek már bezártak. A szálló kivilágított homlokzatát visszataszítónak találta. Idegenek vették körül. Mit is keres itt? Körülötte a téren a bóbítás pálmák alatt emberek sétáltak fel s alá. Külön a férfiak és külön asszonyok. Két szabályos, sétáló folyam. Nem volt itt semmi izgalom, sem nyugtalanság. Mindössze csak tétlenül élvezték az esti levegőt. A járvány felbukkanása nem okozott izgalmat a városban, nem törte meg a nyugodt élet felszínét. Ez az élet tovább hömpögött bágyatlan és zavartalanul. Hiszen ma még itt van. A holnap pedig bizonytalan. Ez volt vidám bölcselkedésük. Harvey néhány percig tűnődve állt és figyelt, aztán hirtelen tovább sietett. A nyugtalanság még mindig ott lüktetett a vérében. Bal felé tartott, ki a forgalmas utcából, el a fényektől, oda a keskeny utcák hálójába. Oda, ahol egy fasor kanyarulatában ősi épület nyúlt az ég felé. A székesegyház volt. Hirtelen sugallatra belépett a templomba. A szertartás láthatóan akkor fejeződött be. A viaszgyertyák és a tömjén illata belelebegett a levegőbe. Néhány asszony térdelt a főoltár előtt, meggörnyedt és mozdulatlan alakjuk beleolvadt a kékes homályba. Harvey, akit valami különös csoda ragadott magával, nagyon csendesen állt. Tágra nyitott szemével úgy vélte, látja a templomot sok-sok évvel ezelőtt. Visszasuhanva a ködös múltba, szinte megdöbbenéssel hallotta a rég eltűnt emberek lépteinek zaját, amint itt is, ott is visszhangzik, és mintha lángoló cédrusfa fáklyák illata csapta volna meg. Aztán lassan és dermedten elindult a homályos templom hajón végig, mint aki hasztalanul keres valamit, talán a lélek békéjét. Megállott itt, majd amott, megbámulta a himzett miseruhákat, az erekéket, Klement pápa csontjait, a keresztet, amit még a konkisztadorok emeltek. Ekkor odaért a zászlóhoz. Az üvegezett szekrényben bágyattal lógott két lobogó, amelyeket Nelson rozsákmányoltak a város ostrománál. Merően nézte a zászlókat, és azokra a kezekre gondolt, amelyek sok idővel ezelőtt megérintették. Megsimogatták, vagy harcba rángatták őket. És hirtelen különös vágy fogta el, hogy megtapintsa, és érezze a zászló foszladozó sejmét. Ujjai hirtelen bizseregni kezdtek, agyán a fájdalom sajátságos érzése hasított keresztül. De mégsem volt fájdalom, inkább valami furcsa, meghatározhatatlan megindultság, amelyet a zászlók megpillantása idézett fel benne. Felvillanó visszaemlékezés és szomorúság vegyült össze egyetlen hasító fájdalomban. Az érzés feltámadt, aztán eltűnt. Nem tudta legyőzni ezt a különös megérzést. Megmagyarázhatatlan volt az eredete, de mégsem zaklatta fel, csupán valami üres busongást hagyott lelkében. És ezután aggódva, hogy a felindulás újra magával ragadja, megfordult, és kiment a székesegyházból. Tétován állt meg az elkoptatott lépcsőn. Már egészen besötétedett. A tenger felől egy felvillanó fénysugár járt körbe, és egy pillanatra ragyogó fénnyel esett alakjára. Olyan volt ez a váratlan fényképe, mint a gondolatai. Egy pillanatnyi fényözön világosság, aztán minden alámerül az érthetetlenségbe. Mögötte a templom árnyai húzódtak meg, és előtte, mi van még előtte, a jövőben? Lelépdelt a lépcsőn, vaktában nekivágott az útnak a vízpart mellett. Az egyedüllét úgy nyomta, mint az átok, és újra ostromolta a vágy, hogy megszökjék. Ezt gondolta. Mi történt velem? Ha nem tudok megszabadulni önmagamtól, megőrülök. És gondolataitól hajtva ösztönösen átvágott a macskaköves úton, és belépett egy kivilágított kocsmába, amely ott állt egy zsibárus ócska, limlommal teleszort udvara mellett. Nagyon szegényes hely volt, közönséges borkimérés.
Az épület alacsony homlokzatú, a küszöb félig az utca szintje alá süllyedt. Bent kőpadló. Az asztalok fényezetlen fából, a mennyezet közepéről láncon olajlámpa lógott alá, himbálódzva. Az ivópult mögött feltűrt ujjú, fiatal spanyol. Éppen fekete kenyér és olajbogyó vacsoráját majszolta. Időről időre félrefordította a fejét, hogy válla mögé kiköpje a magukat. Az udvariasság felé tett tapintatos engedménynek számított, hogy fejét egyáltalán félrefordította. A fapadokon szétszórtan vendégek ültek. Valamennyien férfiak abból a fajtából, ami mindenütt megtalálható a tengerpart környékén. Érdeklődésre bámulták Harveyt, amint az egyik asztal mellé letelepedett. Aztán lopva összenéztek. Harvey furcsán eltűnődött, amikor arra gondolt, hogy most itt van, szinte megzavarodott, amikor eszébe jutott, hogyan került a hajóról a székesegyházba, vagy a székesegyházból ide a kocsmába. Tehát van-e joga bárkinek is firtatni, hogy a sorsszerűség időben és térben hová állítja? Ez már nem csupán akaraterő kérdése, még kevésbé a körülményeké. Sem a körülmények alakulása, sem pedig a másodpercek töredékének végtelenségébe hullása nem okozta, hogy ő ebben az órában ide került, ebbe a kocsmába. Ez egyszerűen a végzet volt. Ezt Harvey szinte nevetségesen határozott meggyőződéssel érezte. A pincér egy üvegbort hozott. Széttaposott hatalmas vászoncipőjében hangosan csosszogott. A piszkos szövetrongya letörölte az asztalról a régebben ráfüccsent italmaradékot. Harvey elé állította az üveget, és úgy vette el az érte álló pénzt, mintha valami sértés érné. És azután visszatért olajbogyóihoz. Harvey lehajtott fejjel ült, s nézte a sötéten csillogó bort. Aztán megragadta a poharat, s fenékig kiitta. Most már nem félt. A múlt ostoba szenvedélye tova tűnt. Szent meggyőződése volt ez. Hogyan is gondolhatta, hogy ilyen módon elmenekülhetne önmaga elől? Ez már elmúlt. Egész lénye más volt. Testi állapota, és ő maga is megváltozott annyira, hogy szinte alig ismert magára. Halkan sóhajtott és felemelte fejét. Váratlan látvány kötötte le tekintetét. Egy férfi állott az ajtóban. Egy percig ott állt, majd lopva a háta mögé pillantott. Aztán kissé meggörnyedve, nehogy a fejét a szemöldökfába üsse, belépett. Korkorán volt. Azonnal megpillantotta Harveyt, egymásra bámultak. Korkorán odasietett, ledobta magát az egyik székre, és megtörölte a homlokát. Megszokott magatartása, megnyerő egykedvűséget eltűnt. Szomorúnak, rosszkedvűnek látszott. Arca poros volt. Patakokban szántott rajta végig a verejték, mintha az imént alaposan rohant volna. Egy szót sem szólt Harveyhez. Megrendelte italát, zsebkendőjét a zsebébe dugta, azután a széket, amelyen ült, úgy helyezte el, hogy szemmel tarthassa az ajtót. Amint megkapta az italt, nagyot húzott belőle. Keze fejével megtörölte a száját, és mintha meggondolta volna, újra ivott, nagyot szuszogott, végül felnyögött. Ekkor elmosolyodott, de ez a mosoly bizonytalan volt. Szorongó aggodalom vegyült bele. Nagyon jó, hogy találkoztunk, szólalt meg végre, és bólintott. De szavamra, ha nem lenne két ilyen szerencsés talpam, már az ördöggel találkoztam volna még az ebben az életben. Mi a baj? Kérdezte Harvey. Hogy mi a baj? Mordult fel Korkoran. Nagyon fájdalmas ez az ügy mindenképpen. És mindezért Bob Sinottot lehet hibáztatni. Már az is lehetséges, hogy nem volna szabad így beszélnem. Isten nyugasztalja. Most, hogy meghalt és elköltözött. Harvey némán bámult Korkoranra. Egy perccel ezelőtt gondolatai még az élet nagy és irányító eszméjét kutatták, és fülében a végzett jövendőlése csengett. Homályos látomása volt, mely úgy érezte, üzenetet hozott számára a múltból. Most itt ül vele szemben ez a mindenütt jelen való ír, regényes panaszával és Sinottról beszél, aki meghalt és elköltözött. Ó, az életben nincsen semmi érzék az értékek megbecsülése iránt. Csupán a nevetséges fordulatok iránt. Harvey nyugtalan mozdulatot tett. Elfojtott egy sóhaj, és aztán megszólalt. Ez az a férfi, akit maga professzornak nevezett? Az hát, kiáltott Jimmy a legnagyobb felindulással. Ő volt az, aki ide kicsalt, írogatott és könyörgött, hogy társuljak vele.
elárasztott ígéretekkel, és az ég tudja még mi mindennel. A Szent Anya bocsássa meg neki a purgatóriumban. Valami szórakozó helye volt az aréna mellett, olyan vásári bódék. A maga nemében igen jó üzlet. Legalábbis nekem ezt írta. Isten bocsássa meg neki. De most már látom, hogy Bob egész életében nagy zoló volt. Szeretném, ha maga is látta volna azt a helyzetet. Galád modorám akart ruházni, az egészet, mindent, és ezzel alaposan becsapott volna. De mégsem tudom ezen túltenni magam, és nem tudom elhinni, hogy Bob tönkre akart engem tenni. De miről van szó tulajdonképpen? Jimmy kínos, kényszeredett mozdulatot tett a karjával. Az most már bizonyos, hogy Bobnak a tönk szélén kellett állnia, mikor nekem a levelet írta. A füle hegyeik bajban volt, és a feje búbjáig adósságban. És kölcsönöket vett fel azzal a mesével, hogy én megérkezem, és társas viszonyba lépek vele. Szent Habakuk, tudna elné jobbat kitalálni? Senki sem volt, aki jobban el tudta volna hitetni a meséket, mint a professzor. Maga sohasem ígérte meg, hogy ebbe az üzletbe pénzt fektet. Korkorán hosszú köhögési rohamot folytott el, szörnyű, ziháló köhögést. Biborszínű arca fuldoklott, aztán végül félénken feltekintett, s megkérdezte. Amit is kérdezett? Hallotti csend. Értem, felelte Harvey gúnyosan. Nos hát, ha az az ember már meghalt, akkor az egész ügy lezárult. Ez bizonyos, és ő szabályosan halott, kiáltotta Jimmy. Ez az átkozott láz vitte el, ami a városban dühöng. És ha csak egy-két hónappal előbb halt volna meg szépen, illedelmesen, akkor most nem volna ilyen kellemetlen ez az ügy. De csak így elpárologni előlem, pontosan az érkezésem előtti napon, szavamra, ez a rossz modor teteje. Felháborodása olyan óriási volt, hogy Harveynak mosolyognia kellett, amint visszaemlékezett a régi kijelentéseire, a hatalmas üzleti társulás, és a professzor mindenek felett álló üzleti ügyességére. Megnyugtató hangon mondta. Most velem visszajön a hajóra. Emiatt aggódott? Ó, egyáltalán nem aggódom, szavamra. Nem ilyen fajta ember vagyok, csupán ami bosszant, hogy a dolgok így ellenem fordultak. Talán úgy gondolja, hogy a dolgok így sinot ellen fordultak. Ellenem, jelentette ki korkorán bosszúsan. Már mondtam, hogy Bob egy zsák pénzzel tartozik, és szeretném látni azt a Dagót, akinek tartozik. Hát kérem, ha egy banda sárga fickó ott sürög forog, amikor Bob szállására mentem, rám várakoztak felfegyverkezve azzal a sürgönnyel, amit Las Palmasból küldtem, és hát mellettem még azzal az egy-két levéllel, amelyeket én írtam, úgy fordultak hozzám, mintha én lennék a Krőzus. Azt próbálták az egészből kimagyarázni, hogy én vagyok a felelős mindazért, amit Bob kölcsönkért. Pedig hát magamnak is megvannak a saját anyagi nehézségeim. Szavamra, úgy rontottak rám, mint egy vérebb csorda, és erőszakkal fenyegettek meg, ha nem jutnék bölcsebb megfontolásra. Korkorán mélyet lélegzett, felkapta a poharat, ajkához emelte, és még hozzátette. De itt vagyok, amint látja, épségben, mint a dob. Ugyancsak ügyesnek kell lennie annak, aki túl akar járni, Jimmy K.S.-én. Az önteltség újra duzzasztani kezdte Korkoránt, de ekkor hirtelen elhallgatott. Álla leesett, s poharát letette anélkül, hogy itt volna belőle. A három férfi jelent meg a kocsma küszöbén, látszólag minden, különösebb érdeklődés nélkül bámészkodtak. Mindenre néztek, csak Korkoránra nem. Azután óvatosan besúrantak, és elhelyezkedtek az ajtó mellett álló asztal körül. Ördög és pokol, dadogta Jimmy elfulladva. Harvey hátrafordult, és megpillantotta a három férfit. Rossz kinézésű társaság volt. Az egyikük alacsony, duzzadó izmú, csinos arcú. Most éppen cigarettára gyújtott, és a gyufát kihívóan pöccintette át a szobán. A másik kettő hátradőlt a padon, merészen és tunyán, és egyelőre megelégedtek annyival, hogy éberen figyeljenek. Közülük a magasabbik a hűvös estélvaló tekintettel mantót viselt, amit most hencegő hányavetiséggel dobott le vállairól, és a harmadik piszkos, fehér gyapjú zubbanyt viselt, szakadt vászoncipőt és koszos csúcsos sapkát, amely úgy lógott arcába, mint egy törött szárny. Most a kocsmáros túlzott buzgalommal sietett hozzájuk, szinte hódolattal és aláhúzott nyomatékkal teljesítette a rendelést, és egy palack bort állított az asztalra. Kihúzta a dugót, kötényével alázatosan megtörölgette a poharakat, töltött, és aztán lehajtott fejjel állt meg.
Az izmos, zömök férfi szóáradatot zúdított feléje. Hangja heves volt, s hadarva beszélt. Sok hüvelybögdöséssel és gúnyos felkiáltással. A kocsmáros megértően bólintott. Aztán Corcoranhoz lépett. Ebrázó, mondta Sunyin félre pillantva. Ebrázó azt állítja, hogy ön fog fizetni. Fizetni? A kocsmáros az ajtó mellett üldögélő csoport felé pillantott, mintha támogatásukat kérné, és miután azok mindhárman bólintottak, így folytatta. Ebrázó azt mondta, hogy ön fogja kifizetni a borukat. Corcoran merev háttal ült a székén, mellét kidüllesztette. A túlfűtött harag kiült az arcára, két könyökét szétfeszítette, mintha tömegen törtetne keresztül. Úgy, hát ezek talán azt hiszik, hogy mégis megvásárolom az egész társulatot, dörmögte maga elé. De kocsmároshoz fordult, és felcsattanó hangon, hogy mindenki meghallja, kiáltotta. Mondja meg nekik, hogy semmit sem fizetek. Mondja meg-e, hogy előbb fogom őket kénköves lángok között látni, semmit fizessek. A kocsmában mindenki feszülten figyelt. Érezték, hogy a vihar kitörőben van. Harvey ekkor közbeszólt. Ne legyen ostoba, szólt élesen, csak nem akar verekedést. Hát csak legyen meg az az átkozott verekedés, üvöltötte Jimmy. Már éppen torkig vagyok ezekkel a dolgokkal. A vére szinte forrott. Begombolta a kabátját, összeráncolt homlokkal fordult a kocsmáros felé. Mondja meg Brazónak, azt üzenem neki, hogy piszkos sárga kutya. Sabe? Mondja meg, hogy piszkos, hogy sárga, és hogy kutya. Mondja meg továbbá, hogy nekem nem tetszik a képe. És végül azt is mondja meg, hogy egyetlen vörös pezetát sem fog tőlem kizsarolni. A kocsmáros vállat vont, és következetesen a padlót vizsgálgatta. Talán szíveskedjék ezt neki személyesen megmondani. Ebrázó azt állítja, hogy ön tartozik neki. Ebrázó pedig matador. Már sok bikát leszúrt. Igen, ezt elhiszem, hogy megtette, felelte Jimmy, de gyanítom, hogy másokat is. Igen, ismételte a kocsmáros. Másokat is. Eközben a zömök férfi felállt, és társai élén lomház közeledett. Egyik keze kabátja alatt, arcán gonosz kifejezés. Úgy, szólalt meg gúnyosan. Hát ki fogja nekem megfizetni, amit a társa eltulajdonított? Tőlem, Elbrazótól, akit babérjairól és vitézségéről ismernek. Eltulajdonított 100 pezetát, igen. Hajlandó ezt nekem megfizetni? A kocsmában robbanásig feszült az izgalom, és a várakozástól átfűtött levegőben egy sóhaj röppent fel. Harvey hirtelen felállott. Ugyanezt cselekedte Corcoran is. Székét harcias lármával hátra lökte. Pusztuljon, kiáltotta előre feszített állal, vagy odavágom, ahová való. Ebrázó karja ebben a pillanatban hirtelen előre lendült, de Corcoran megelőzte. Hatalmas ökle szörnyű erővel csapott Ebrázó állára. Az ütés recsegése visszhangzott a teremben, és Ebrázó babérossal is vitézien elvágódott a padlón. Amint megingott, tétova csodálkozás tükröződött szemében. Aztán elterült a padló kemény kövein. Felbomlott a rend, általános zűrzavar támadt, mindenki kiáltozott és előre tolakodott. A kocsmáros átugrott az ivópulton, valaki egy üveget hajított feléjük. Harvey és Corcoran az ajtó felé igyekeztek. Már csak nem odaértek, amikor Ebrázó egyik társa, az a hosszú férfi, előkapta a kést. És a tolongásban támadt résen hirtelen kihajtotta. Egy villanás volt az egész. Harvey látta a penge fényét, s a kés már is ott rezgett Corcoran karjában. Harvey előreugrott, a lába megcsúszott. Ekkor valaki felkapott egy széket, s hatalmasan fejbe vágta. Minden elsötétült előtte. Valami ostoba, olyan fajta érzése volt, hogy tomboló, kiabáló emberek tolonganak körülötte, hogy Corcoran vadul hulcolja a tömegen keresztül. Aztán hűvös éjszakai levegő csapta meg arcát, és örvénylő süllyedő öntudatán keresztül egy pillanatra megmagyarázhatatlanul áttört a megértés sugara. Igaza van, hát mégis. Nincsen véletlen, csak az előre elrendezettség. Végzetének bolondos elrendezettsége. Homályosan még érezte, hogy Corcoran támogatja végig az utcán. Aztán újra minden elsötétült körülötte. 16. fejezet. Harvey felnyitotta a szemét.
Egy kis szobában piros bársony kerveten feküdt. A levegőben forró kávé illata, vörös hagyma szaga és dohányfüst terjedt. Nyaka fájdalmasan merev volt, a feje szédült, kábult és fájt. Mozdulatlanul várta, hogy a szoba ködös körvonalai határozott alakot öltsenek. A tárgyak mind jobban kitisztultak. A kandalló párkányán zöld márványóra állott. Egy szivaros doboz, két porcelánkutya lelógó fülekkel, s merev kedveskedő vigyorgással. A falon kézi munka, rajta hímzett szöveg, Isten áldja meg a mi boldog otthonunkat. A falakon borzalmas, karmazsinbarna kárpit, s aranyrámában néhány erőszakos, művészi termék. Ormunde megnyeri a derbit. Tarka csendélet almákkal. Szakállas tengerész. Olajfestmény és mezítelen hőt csábító, mosolygó és szemérmetlen fényképe. Harvey abba hagyta a szemlélődést. Bizonyára csak álmodik. Mindez túlságosan szörnyű, sem hogy igaz lehessen. De Harvey nem álmodott. Tiszta napfény árad be a szorosan bezárt ablakon. Reggel van. Óvatosan elfordította a fejét. Ott, a rendetlenségben topzódó kerekes reggeliző asztal mellett, tömzsi lábait keresztbe rakva, ajkai közt gyöngéden tartva a szivart, s üveggyöngy szemét az újságra mereztve, Hemingway mama ült. Harvey rábámult. Megnedvesítette ajkát, s felkiáltott. Hogyan kerültem ide? Hemingway mama fel sem tekintett fényűző kényelemmel folytatta az újságolvasást és a szivarozást. De néhány pillanat múlva utánozhatatlan kajánsággal szólalt meg. Nos, hát felébredt? Bál kedvesem. Kellemesen szundikált? Nagy zörgéssel fordított egyet az újságon, mintha érdeklődését tökéletesen lekötni a nyomtatott betű. Szívből remélem és imádkoztam is érte, hogy jól és komódo aludt. Ha nem, akkor panaszt fogunk emelni. Igen, szavamra panaszt emelünk a vezetőségnél. Az pedig én vagyok. Harvey kezét a fejéhez emelte, és óvatosan megtapogatta. Ebben a pillanatban, mintha csak erre a mozdulatra várt volna, Hemingway mama megfordult, és Harveyra vigyorgott. Na jó, jó, vigasztalta kedvesen. Fáj még. Egy csúnya, kegyetlen ember megütötte. Ez szégyen, ó, igazán szégyen. Miért is nem tudnak az emberek udvariasan és jól nevelten viselkedni, amikor ilyen kiváló modorú úriemberre találkoznak, mint maga? Harvey tekintete még mindig Hemingway mamára merett. Hogyan kerültem ide? A csinos Jimmy hozta ide. Viharban minden kapu megfelel, ez volt az ő felfogása. Elég hebehúrgyán csinálta az egész dolgot. Elrontotta az esti forgalmat, összevérezte a szőnyegeket a szalomban. Még szerencsé, hogy pirosak a szőnyegek is. De itt van Nick reggeli szék. Hemingway mama fürge mozdulattal mutatott az asztal felé. Üljön ide és válogasson. Magam sem tudom, hogy miért teszem. Egy szép napon szárnyakkal fogok felébredni. Az átkozott jó szívemnek köszönhetem majd. Hol van Corcoran? Kérdezte Harvey. Rendben van. Ó, ő rendben van, mint a vízfolyás, bizony. A földszinten van, ágyban fekszik. Csak színleli az egész dolgot. A karját megkarmolták. Ennyi az egész. Egy órával ezelőtt reggelizett körülbelül egy fontnyi sonkát zabált meg az a falánk kutya. Harvey felsóhajtott. Lassan feltápászkodott, azután vigyázva az ablakhoz botorkált, s kinézett rajta. A szoba magasan feküdt, és Harvey szeme előtt, túl a csendes utcán, ott kék lett a tenger. Ott vonult a part, az öböl és a móló. Nyugtalan ide-oda röpködő tekintete most hirtelen megállapodott. Hosszú ideig bámult a tengerszorosra, ahol a hajó tegnap horgonyt vetett. Aztán meglepett kiáltás röppent fel ajkáról. Még jobban felemelte fejét, s áthatóan bámult messze a szemhatár felé. Egy kis füstgomolyagot fedezett fel. Egy hajó. Egy távoli hajó. Talán az Aureola. Nem tudta bizonyosan, de azt az egyet tudta, hogy az Aureola már elment. Harvey lassan megfordult. Tekintete találkozott Hemingway mama tekintetével, aki egész idő alatt feszült és éber mohósággal figyelte. Miért nem értesítették őket? Kérdezte Harvey komoran. Rentont vagy akárkit? Legalább ennyit meg kellett volna tenniük. Hemingway mama felkuncogott, majd hirtelen féktelen hahotázásba tört ki, kezével az asztalt csapkodva. Ki hallott már ilyet? Harsogta magából kikelve. Hát kicsoda hallott már ilyet, hát nem látja, hogy ez az öreg Hemingway tréfája?
Ez a legmókásabb dolog, amióta csak Noé kikötött az Araráton. Karajó, ez még megöl. S Hemingway mama oldalát tapogatta a nagy nevetéstől. Tudtam én. Jól tudtam, hogy Renton még a mindenható Istenre sem várakoznék. Láttam, amint a hajó útnak indul innen, ebből az ablakból láttam, de azt is láttam, hogy maga nagyon fáradt, Csibém. Ezért hát hagytam aludni. Szinte tekerődött a nagy nevetéstől, aztán váratlanul megváltozott hangon folytatta. És közben hivogatóan és zajosan rendezgette a tányérokat. Na jöjjön! Ne legyen úgy elkeseredve! Harapjon valamit! Én már ettem, így hát nem bánom. Csak egyék. Itt van kolbász és paradicsom, egy kevés olyasmi, ami azt hiszem használni fog magának. Harvey homlokát összeráncolta, és közben szemlélte az asszonyt. Tekintetét akkor sem vette le róla, amikor széket húzott és asztal mellé ült enni. Ez még csak a kezdet, kiáltotta Hemingway mama, és egyre tömte Harveyba az ennivalót. Isten áldja meg a lelkemet, de nem is gondoltam a hajón, amikor maga olyan udvarias volt hozzám, hogy erre alkalmam lesz, hogy kamatosan viszonozzam. Karájó? Igazán nem. De itt van, Ni. A kávé közben egészen kihűlt. Na, mindjárt hozatok forrót. Köszönöm. Talán csodálkozik rajta, de igazán éhes vagyok. Harvey vajat kent a kenyerére, miközben Hemingway mama kinyújtotta a kezét, és megrángatta a csengő zsinórját. Rövid szünet után egy spanyol leány lépett be. Élénkpiros szoknyát viselt, mezítenen lábán magas sarkú cipőt. Haja kékfényes, rendetlen fonatban hullott le, fiatal keblére. Először Hemingway mamára pillantott, azután habozva Harveyre mosolygott. Hé, cuca, hozz kávét, forró kávét, presto pronto. Sí, signora. És hagyd abba ezt a mosolygás cuca. Ez csak farrahány borsó ennél a szenyornál. Sí, signora. De cuca tovább mosolygott, amint kifordult az ajtón, és még mindig mosolygott, amikor a gőzölgő kávéskannával visszatért. Nem azért mosolygott, hogy mulattasson valakit. Csupán egyszerű és legyőzhetetlen, ösztönös kedveskedés volt ez, amely olyannyira hozzánőtt már, mintha nem is tudná abba hagyni. Kedves kis teremtés ez a cuca, állapította meg Hemingway mama, amikor a leány már kiment. Betöltötte a habzó kávét, és a csészét Harvey felé nyújtotta. Aztán a fogát szívogatva idézte fel emlékeit. Hamvazó szerdán lesz 5 éve, hogy nálam van. Vidám, mint a pacsirta. És kifinomodott a maga csendes módján. Meg is hízott, de megám, amióta nálam van. Santa Maria, de az alakját ugyancsak kezelni kellett. Látta volna, amikor hozzám került. Soványabb volt, mint a patkány farka. Nem is hinné, hogy milyen alapos nevelésben részesült. Úgy bizony. Elhanyagolhatunk-e bármit is? Harvey hideg kolbász szeleteket vágott a kenyerére, s nem válaszolt. Látom, nem akarja elhinni, folytatta Hemingway mama kenetteljes buzgalommal. Pedig minden leányommal szépen bánok. Úgy segítsen a kegyelem. Azt elismerem, hogy nem rohangálok a vasárnapi iskolába. De azért itt minden a legnagyobb rendben van, érti? És akinek itt nem tetszik, az bizony elhordhatja az írháját. Harvey már régebben is homályosan gyanította Hemingway mama intézményének miben létét, és most ez a gyanú fényes megerősítést nyert. De mindez nem ébresztett benne sem megvetést, sem utálatot. Bensejében valami megváltozott. A megvetés helyett lelke mélyéből, egészen a mélyéből különös belenyugvás áradt ki. Az életet elfogadni, és nem megvetni kell. Az őt ért szerencsétlenségek rohama felébresztette lelkében az elnézést, amire oly régóta szüksége volt már, a megváltó alázatosságot, amit oly szomorúan nélkülözött eddig. A kávé nagyon jó, szólalt meg Harvey, és Hemingway mamára nézett. És éppen olyan jók ezek a kis sütemények is. Ő szinte jobb volt lekésni a hajóról, semmint elmulasztani ezt a reggelit. A nem várt megjegyzésre Hemingway mama meghökkent, kihúzta magát és védelmi állásba helyezkedett. Na-na, mi baj a Csibém? Itt aztán ne üzzön csúfot belőlem, és a hányaveti gúnyolódását is csak tartsa meg magának. Nem gúnyolódom. Jobban méltányolom a vendég szeretetét, mint gondolná. Hemingway mama sértődőszer rázta meg fülbevalóit. Nem, maga nem nagy lelkű. Ez a maga baja, uram.
Azt gondolja, hogy maga ismeri az egész mindenséget. Magasan és fölényesen ül a trónon. De magának még sokat kell tanulnia. Higgye el, még sokat kell. Én itt barátságból megvendégelem, és maga rám ront, és a szemembe köp. Legyen már jó lelkű. Vagy nem tud az lenni? Próbálja meg, és tanuljon valami olyasmit is, ami nincs beleírva a könyvekbe. És Hemingway mama dühösen felragadta újságjait, és méltatlankodva olvasni kezdett. Harvey kínos mosollyal figyelte. Talán már többet tanultam, mint képzelni. Talán egy kicsit elgondolkoztam ez alatt a néhány nap alatt. Hemingway mama gyanakodva pillantott rá, és azután újra visszatért újságjához. De azért ezt mondta. Talán azt is kigondolta, hogy mihez kezd itt, Santába. Igaz, Csibém? Talán elég okos volt arra, hogy ezt az egyet kitalálja. Volna valami indítványa? Hemingway mama még mindig bizalmatlanul és óvatosan így felelt. Maradjon nálam, ha akar. Akkor majd rájön, hogy nem is vagyok olyan fekete, mint amilyennek maga fest engem. Maga mindenkiről a legrosszabbat gondolja. Ezt teszi, igen. Ha az igazságot akarja hallani, hát igen, nem tudtam, hogy az az átkozott hajó már elment. Azt hittem, hogy csak délután indul. De minden halomra dőlt bennem, amikor egy fél órával ezelőtt lepillantottam a kikötőbe. Nem akarok magának semmi bajt okozni. Maradjon csak itt, ha úgy tetszik. Fogadja el, vagy hagyja ott. Mint ahogyan az egyszeri lédi mondta az oroszlán fókának, amikor az banán dobott neki. Harvey szája körül halvány mosoly bujkált. Semmi ellenségeskedés nem volt benne. Hosszabb szünet következett. Aztán Hemingway mama feltekintett, és vizsgálódva bámult Harveyra. Majd lecsapott az előtte fekvő újságra. Ha éppen állásra van szüksége, miért nem megy lagúnába? Maga orvos, nem igaz? Legalábbis, ha elhiszi az ember mindazt, amit hall. És ott fenn most tomboló lázjárvány dühöng. Ott már a 12. órában vannak. A Spanyola Medico éppen most röppen ki onnan. Itt van benne a ma reggeli gacétában. Ő már a második, aki az égbe röpült. És a többieknek úgy látszik, nem nagyon tetszik ez a destájo muho muho. Miért nem próbálja meg, uram? Harvey abba hagyta a sütemény morzsáinak gyurkálását. Mély csend. Igen, hát miért is ne? Kérdezte szinte önmagától. Gúnyos fény bujkált Hemingway mama szemében, amikor kutatóan vizsgálta Harvey arcát. Hiszen maga nem törődik azzal, hogy szép fekete ládába viszik-e ki, mondta ravasz célzással. Maga aztán nem. Maga ilyesmivel nem törődik. Harvey alig hallotta az asszony szavait. A végzetszerűségbe vetett vakhit új érzése töltötte el. Tűnődve mérlegelte helyzetét. Elmegy. Igen, elmegy. Miért is nem gondolt rá előbb? Sokkal mélyebb valami, mint a körülmények. Így rendezte. Furcsa érzés támadt fel, s erősödött meg benne. Ez az a perc, amire oly régen várakozott. Hermosa faluba kell mennem, folytatta Hemingway mama rábeszélően. Fel a Casa de los Cisnesben. Ez az a ház, ahol a járvány kitört. Nagyon, nagyon régi ház. Senki sem megy a közelébe, múho. Még a jobb időkben sem. Már csak nem összedőlt. És az az asszony benne, az is félbolond. Az az öreg madár, aki benne rekedt. Mennem kell, ismételte Harvey gondolatban. Igen, mennem kell. A hirtelen támadt sugallat ösztönzése mind erősebb lett lelkében, és azután félig önmagának ismételte. Casa de los Cisnes. Hosszú mély csend borult a szobára, miközben Hemingway mama fénylő, kipirult arcára fokozódó kíváncsiság ült. Hát gyomra, az van hozzá, szólalt meg hirtelen. De aztán sietve igyekezett helyesbíteni. De ez csak az én megállapításom, Istenemre. Ha oda felmegy, már csak a hullák eltakarításához érkezik meg. Harvey hátratolta a széket, és mintha csak láthatatlan kéz húzná, felállt az asztal mellől, és az ajtó felé indult. Santa Maria, kiáltotta Hemingway mama meglepetten. Csak nem akar elmenni, pronto? Hisz még pihennie kell, és szavamra, mindjárt másként fog kinézni, ha előbb megborotválkozik és kikefélkezik. Még nem megyek, felelte Harvey, csak meg akarom nézni Corcorant.
Épp ideje, hogy megvizsgáljam a karját. Nem bánom, próbáljunk szerencsét. De engem ne siettessen, mert esetleg elhagy az erőm. És nélkülem se induljon el, mert esetleg eltéved ebben a hatalmas házban. Semigrém a maravasszul kacsintott, közben szivarja végét egyik tányéron elnyomta, s apró tömzsi lábaira felegyenesedett. Végigvezette Harvit a felső előcsarnokon, aztán le a szőnyeg nélküli falépcsőkön, s végig a keskeny folyosón. A házban mindenütt dohos levegő terjengett. Lentről serpenyők zörgése, éles nevetés és vitatkozó női hangok hallatszottak. Végül Hemingway mama egy nagy, s piszkos hálószoba ajtaját széles, előkelő mozdulattal kitárta. A hálószoba közepén hatalmas, aranyozott ágy állt, rajta mocskos paplan. Az ágyban korkoran kék, spiros csíkos nappali ingében, penészes párnákkal feltámasztva ült, valami derült nem törődömséggel. Kezén kötés, orrán a fémkeretes szemüveg, és térdén a kopott, szamárfüles Platón. Belemerülve a könyvbe, ajkai hangtalanul mozogtak, és nem is hallotta, amit látogatói beléptek. Ébredj fel, nagymama, kiáltott rá Hemingway mama. Itt a kis orvos, aki eljött, hogy magát meglátogassa. Hát nem tud mosolyogni és boldog képet vágni? Maga, aki vérrel áztatta a házban a legjobb szőnyegeket. Jimmy felemelte a fejét, és szemüvegén keresztül úgy pislogott Harveyra, mint a bagoly. Aztán szinte túlzottan igyekezett meglepetést és örömet kifejezni. Ejha, kiáltotta. Ez aztán a legnagyobb öröm, ami ma reggel csak érhet. Kérem, méltányolják érzelmeimet, mert szavamra már azt gondoltam, hogy szó nélkül, búcsú nélkül itt hagyott. De most mondja el gyorsan, mindent mondjon el. Miért nincs maga a hajón? A hajó már elment. Elindult nélkülem. Ejha, kiáltott fel ismét korkorán. Ez a legcsúfabb fekete szerencsétlenség. Maga csak hallgasson, szólt rá Harvey. Hisz az egész idő alatt tudta, hogy a hajó már elment. Na nézzék csak, kihallott már ilyet, háborodott fel korkorán, és közben ravaszul rámosolygott Hemingway mamára. Most már így beszél velem, miután kihúztam a csávából. Ez magára val, hogy most itt rám támad, de nem tesz semmit. Harvey felé fordult. Ezzel csak tudtomra adja, hogy még mindig kitart mellettem, és szomorú szemem boldogan látja, hogy újra a saját lábán sétál. Harvey az ágyhoz lépett, s korkoran karjáról kezdte lassan lebontani a kötést. Nagyon fáj, kérdezte idegen, s szemügyre vette a szúrt sebet. A kés csak felszínesen hatolt át a karizmon. Szavamra, egyáltalán nem is érzem. Az olyan férfinak, amilyen én vagyok, aki kemény ütéseket kapott és adott, ez igazán semmi. Csak gombos tűszúrás. Egyetlen reményem, hogy egy szép napon találkozni fogok azzal a sárga fickóval, aki ezt megtette. Néhány napi pihenő és rendben lesz, mondta Harvey. Újra bekötötte a sebet, felegyenesedett, s merev, rideg hangon ezt mondta. Azonnal indulok Lagúnába, megnézem a járványfészkét. Jimmy borostás állát simogatva vette tudomásul a kijelentést. Hát jó, szólalt meg végre, ez remek. De mi lesz velem? E pillanatban üzleti terveim dugába dőltek, s kilátásaim bizonytalanok. Szavamra. Legjobb lesz, ha én is magával megyek. Ez teljesen lehetetlen. Valószínű, hogy néhány napig fel sem tud kelni. Akkor hát, ha talpra álltam, akkor megyek maga után. Szavamra, ilyen könnyen nem fog tőlem megszabadulni. Abban a pillanatban, amikor a lábamat a földre tudom tenni, már indulok is. Erre semmi szükség, erősítgette Harvey. Nem akarom, hogy oda jöjjön. Annál jobb, felelte Jimmy vigyorogva. Akkor már csak azért is elmegyek, hogy bosszantsam magát. Épp fél kezével a párna mögé nyúlt, s rövid kutatás után ünnepélyesen nagyot cippantott az előhúzott burnótból. 17. fejezet. Késő délután, amikor a nap a csúcs nyugati válla fölé hajolt, Harvey Hermosa felé sétált, a laguna alatti faluba. A távolság számottevő volt, és a felfelé vezető út a városon kívül élesen kanyargó és meredek, de Harvey komoran s makacsú ragaszkodott elhatározásához, hogy ezt az utat gyalog teszi meg. Gondolatainak zűrzavaros kerengése valahogy már alábbhagyott, és most szinte ráerültette magára ezt a kis testi sanyargatást.
amit magasabbra kapaszkodott a tisztán remegő levegőben, cipőjét belepte a por, homlokát a verejték. De lassan megnyugvást töltötte el. Egyenesen a lenyugvó nap felé tartott. Kis fekete parány a tejde láva szirtjein elomló napfény csillogó áradatában. A vulkánikus perem felett apró, fényes felhő lebegett, mint valami párás lehelet. Az égbolt színeket harsogott, s a föld visszhangozta őket. Az egyik oldalon banánfák húzódtak. Sötétződ leveleik mélyen s bágyattan csüngtek alá a tikkat és forró szélcsendben. Körös körül a sós vízgyűjtő medencéi sárgán, mint a drága arany, s közönyösen feküdtek, homályosan csillogtak át az ültetvények lombjai között. Az egyik tóból három hegyi kecske ivott. Harvey egyre magasabbra kapaszkodott, keresztül vágott egy eukaliptusz ligeten, melynek törzsei olyan magasak voltak, mint a cédrusé, karcsúak és fűszeresen illatosak. Az út ezután kiszélesedett, a fák elmaradoztak, s Harvey mélyen lent megpillantotta az öblöt, tükörsimán, s rajta játékhajók és vitorlások apró pontjait. A kikötő körül a város laposan feküdt. Az erkélyek már alig látszottak, s a házak kiugrói, mint apró kis szájak, melyek levegő után kapkodnak. S a tető rengeteg zűrzavarát átvágta a Barranca Almeida ezüstös szalagja. De az út következő fordulójánál már eltűnt a város képe, és most kopár bazalt sziklák tömege meredezett előtte. Hatalmas lábamezők teleszorva szörnyű sziklatömbökkel. Ezek sorakoztak Harvey előtt. Már csak nem egy órája gyalogolt. Rövid idővel később áthaladt a La Cuesta falucskán. Maroknyi házak, fehér falu templom. Olyan az egész, mint üvegszekrényben őrzött csillogó erekje. A falu elhagyatottnak látszott, vagy talán aludt. A falucskán túl egyre feljebb kapaszkodott a keskenyedő úton. Ebben a pillanatban körülbelül egy mérföldnyire a meredek út hajlásánál egy leány pillantott meg, amint vizes korsóját cipelve lassan haladt. Harvey meggyorsította lépteit, hogy utolérje. Señorita? Szólította meg Harvey vontatottan, spanyolul, mikor utolérte. Ez az út vezet Hermosába? Abba a faluba, amely laguna mellett fekszik? A leány nem állt meg, fejét sem fordította el a súlyos vizes korsó alatt, csak oldalt pillangatva vizsgálta Harveyt. Szeme éjfeketes, ragyogó volt, szakadt viharvert ingválla fakóvörös. Termetes sudár, csípője könnyed és természetes kecsességgel ringott. Bal kezében piszkos vézna ujjai között sárga virág csüngött. Nem lehetett több 15 évesnél. San Cristóbal de la Laguna, ismételte végül, majd hozzátette. La Laguna? Igen. Jó úton haladok? Ez az az út. Ez a király útja. A király útja? Carretera Real. Régi út, de mindenképpen jó út. De hát ez vezet Lagunába? A kérdezősködés úgy látszik mulattatta a leányt. Mosolya káprázatóan csillogó, fehér volt. De attól félve, hogy vizes korsója megbillan, nem mert nevetni. Áj, de mi? Kiáltott fel. Mennyire unom ezt az örökös vízhordást. És ezután úgy látszott, teljesen megfeledkezett Harveyról. Némán haladtak a végtelennek tetsző út legközelebbi kanyarodójáig, és a leány megvárta, míg elhaladtak egy hatalmas parafa tönk mellett. Ekkor közönösen felemelte a sárga virágot, és a távolba mutatott. Harvey abba az irányba tekintett. Nem messze fűvel, mohával belepett falak fölött, egy öreg fellegvár komortornya emelkedett. De la Laguna, ismételte a leány. San Cristóbal de la Laguna. A szavaknak különös dallamos csengésük volt. Van megbetegedés a városban? Sí, señor. Sok? Sí, señor. A leány fogai közé vette a virágot, s unottan rágcsálni kezdte a szárát. Hermosába szeretnék jutni. A Casa de los Cisnest keresem. Meg tudná mondani, hogy az merre van? A leány ferde ragyogó tekintete csodálkozva villant Harveyra. Két ujjával, mintha cigarettát fogna, kivette szájából a virágot. Ott van a legtöbb megbetegedés, Lagunában már alig van. Hermosában valamivel több. Oda akarok menni. Ott még nem ért véget a baj, ismételte a leány, s koraérett komolysággal tette hozzá. Jézu Maria,
azon a helyen átok van. Csendben tovább indultak, s azután mindegy, negyed mérföldnyire a várostól. A lány kiegyenesedett, s a lankat sárga virággal egy mellékösvényre mutatott. Oda nézzen, mondotta kedvetlenül. Ez az az út. Ez az, szinyor. Ha már minden áron oda kell mennie. Az ösvény, amelyre a leány mutatott, elkanyarodott az országútról. Keresztül vezetett egy fenyőligeten. Harvey rövid köszönetet mondott a leánynak, s elindult az ösvényen. Amint a fák árnyékába ért, megérezte, hogy a leány utána néz és figyel. Hátrafordult. Valóban a leány ott állt és figyelt. Amikor észrevette Harvey tekintetét, megigazította a korsót, keresztet vetett, és sietve tovább indult. Ekkor teljesen váratlanul a nap lesüllyedt, a hegyormok csipkészte szemhatár mögé, a levegő hirtelen hűvössé vált, mint a nyirkos ujjak érintése. Az erdő homályba borult. A keskeny ösvényt mély barázdák szántották fel, s olyan kemény volt akár a csont. A fák ágai alacsonyan és sötéten hajoltak a földre, suttogó összeesküvéssel. Megbotlott egy meglazult kőben, amely koppogva, csattogva gurult a kiszáradt szakadékba. Ettől a fák ijedten még közelebb hajoltak, s a könnyű levegő furcsán zizegve suhant el közöttük. Hus, ó, hus! Az erdő komor némasága ránehezedett Harveyra. Lelkének szomorúsága volt ráfelelett. Mint valami jelképes alak úgy törtetett keresztül az árnyékokon tovább és még tovább, vissza a múlt elmosodó rejtelmességébe. De most hirtelen úgy 100 lépésnyire, ahol a fák megritkultak, fahídhoz ért, s rajta keresztül tágas területre, melyen a kastély állt. Egész kis birodalom volt. Harvey rögtön megérezte, hogy ez az a hely, amelyet keres, a völgy, melynek földje vörös és termékeny, értékes, csörkedező patak táplálja. A kis völgyet valósággal elborította a dús növényzet. A talaj termékenysége, a növényzet bujasága, és az egész birtok vad életerőben lüktetett. A kertben felburjázott a gyom, minden gondozatlan volt. De a vad szépség halmozódott itt össze, a termékenység ősi ereje és bájossága pompázott mindenfelé. Amit Harvey keresztül pillantott a magas, kovácsolt vaskapun, szinte elállt a lélegzete. Virágok, micsoda virágok! Az elhanyagolt virágok őserdeje, az egyre növekvő homályban is, a színek orgiájában topzódott. Vad azáleák tömege szórta vörös színét Harvey szemébe, hogy szinte fájt. Halvány íriszek hullámoztak opálos tengerben. A vörös folyóka trombitáig úsztak. Tekeregtek a Golgota virágzátonyai közt. Hosszú szárú virágok meredtek az égre, kék és sárga szirmúak, és soha meg nem szűnő lepkedéssel levegtek. És mindenek felett a frézia virág hullámai hömpölyögtek, fehéren s illatosan, bájosan, mint a habzó csoda. Harvey alig tudott magához térni. Végül megragadta a kapu részkarikás kopogtatóját, csavargatta, zörgette, s vállát neki feszítette a rozsdás tartórulaknak. De minden eredmény nélkül. A kapu nem nyílt ki. Nem tesz semmit. A retama sövényen, amely az egész birtokot beterítette, tucatnyi rést vágtak. Ezek szolgáltak bejáratul. Harvey már éppen indulni akart az egyik rés felé, amikor kutató tekintete, amellyel a hatalmas tömör kaput vizsgálgatta, megakadt egy domborművű címeren, mely ott ékeskedett fenn a kapu homlokzatán. Hattyú, amint kiterjesztett szárnya repül. Hattyú, kiterjesztett szárnyú repülő hattyú. Harvey lenyűgözve merett a hattyús címerre, melyről sugárzott a jelentőség és az élet. Casa de los Cisnes. Természetesen. Mélyet lélegzett, és egész teste megdermett. Miért is nem gondolt már erre sokkal előbb? Casa los Cisnes. A hattyú címeres kastély. Sokáig álltott fejét hátravetve, csodálat és valami furcsa izgalom töltötte el. A hattyú címeres kastély. Azután felsóhajtott, s lassan elfordult. Nem jelent semmit. Nem lehet más, mint puszta véletlen. Félrerögte a gondolatot. Azután a kaputól 3 lépésnyire behatolt a sövénybe vágott résen, és elérte a gyomlepte főutat.
Két kis házikó állott az egyik oldalon. Az elsőnél Harvey megállott. Hangosan kopogtatott a keskeny ajtón. Aztán újra kopogott. Nem jött felelet. Semmi. Csak a kopogtatás üres vízhangja. Az ajtó lezárva, az ablakredők leeresztve. A ház üres és furcsán elhagyatott. Sietve fordult a másik kunyhó felé. Itt az ajtó tárva nyitva volt. Az egyetlen szoba homályos belsejébe jól beláthatott. Itt sem volt nyoma az életnek, de a földes padlón egy sárga pokróc négyszöge rajzolódott ki, és a pokrócon egy halott férfi feküdt. Megtört szeme üresen bámult, szája tátva, mintha csodálkozna. A sarokban két gyertya csöpögött. Egyhangúan peregtek le az olvat viasz cseppek. A gyertyalánga halott arcára kísérteties fényt vetett. A levegőben a frézia illata terjengett, és mindent betöltött, mint valami csodálatos balzsam. Itt hát semmi tennivalója nem akadt. Harvey elfordult, és behúzta maga mögött az ajtót. Nekiindult a főútnak, mely szelíd hajtással délfelé kanyarodott, és a hegyoldalból és a fák sötét hátteréből fehéren kiemelkedett a kastélyhoz vezető út. A tejszínű kövekből emelt nemes épület. A kastély alacsony volt, s mégis méltóságos. De most szomorú rendetlenségben. Az oszlopos csarnok lesüppett, az erkély viharvert, a redők korhadtak és ferdék, a falakra furcsa foltokat rajzolt a nedvesség és az uzmó, és e két hatalmas urna, mely két felől az ajtót őrizte, oldalra dőlt. Harvey fellébdelt az elkoptatott lépcsőkön, melynek repedései között élénk, vörös tapló kígyózott akár a vér. Megrántotta a csengőt. Lomha lassúsággal teltek a percek. Újra megrántotta az ostobán visszhangzó csengőt. Ekkor egy szolgáló, középkorú asszony, mocskos kalikó kabátban kinyitotta az ajtót. Olyan rossz indulatúan bámult Harvey-ra az ajtónyíláson keresztül, mintha kísértetet látna. Harvey megszólalt. Az úrnőjével akarok beszélni. A szolgáló arca a simára fésült fekete haj, és piros-sárga nyakba kötött kendő keretében ilyetten szabadkozó s megdöbbent kifejezést öltött. Már késő van, szenyor. A nap már vége felé jár, felelte. Még nem. De Istenemre mondom, szenyor, a nap már lebukott a csúcs mögött. Talán jobb lenne holnap. Harvey a fejét rázta. Beszélnem kell vele. De szenyor, a Marquesa már öreg, és most gondjai vannak. Nem fogad senkit. Harvey két lépést tett előre, így kényszerítve az asszonyt, hogy visszahátráljon az előcsarnokba. Jelentse, hogy itt vagyok. Az asszony csak állt. Kutató tekintettel bámult Harvey arcára. Kezei bizonytalanul simogatták kötényét. Azután morogva elfordult, s lassan felballagott a lépcsőn. Harvey körülnézett. Az előcsarnok fenséges volt. Komoran emelkedett az arab díszítéssel borított mennyezet felé, s a hangok úgy kondultak meg benne, mint egy öreg templomhajóban. A halvány világosság borongósan szűrődött át az egyetlen, alacsonyan fekvő balkonon. Azon is ott volt ráfestve a hattyús címer. Az egyik csupasz falon különböző csoportosításokban görbekardok, fegyverek díszelektek. Vajon ott lógtak-e már hosszú évek óta? A néma csend megdöbbentő volt, félelmetes, és egyben különös. A fegyverek alatt egy teljes páncélzat állt, mintha harcos lovag meggörnyedt alakja volna. Karja bénán csüng, térden megrogyva, de még mindig félelmetes. A láncsa előre szegezve, a sisakrosté vad harci kedve felnyitva. Az alak mélységesen hatott Harvey-ra. Az egész hely furcsán lenyűgözte, és szinte mozdulni sem mert. Valami különös ürességet, bágyadságot érzett. Fáradt vagyok, gondolta mentegetőzve. Túlságosan sokat gyalogoltam. Ekkor hirtelen a falépcsőkön lépések koppanása hallatszott. Harvey felkapta a fejét. Alacsony, kicsi öregasszony lépkedett lefelé a felső galériáról. Nagyon lassan haladt. Összeaszott kezével a nehéz, fényezett karfára támaszkodott, és egyik ingadozó lábát a másik után húzta. És mégis, minden lassúsága ellenére is a kicsiny alak,
A nemesi származát méltóságával egyenesedett ki. Tiszta feketében, egészen a pompadur hajfodrokat körülfogó pántig, ruhája egy rég letűnt kordivatjáról beszélt. A szoknya uszályos, az ujjak pufosak, a ruha magas nyakú és ráncba húzott. Amint közelebb ért, Harvey tisztán felismerte rajta az akkor tüneteit, bőre sárgás és fonnyat, ezer ránc varázdája a nyakán, az inak megfeszültek, mint a madár lábán. Kissé lefelé görbülő sasor, csöpnyit előreálló száj. Fekete szeme zacskós és üveges tekintetű. Csuklóin nagy csomó karperec, ujjain az ősi családi gyűrűknek egész gyűjteménye. Harvey azonnal üdvözölte és bemutatkozott. Angol orvos vagyok, mondotta. Nevem Leisz. Tudom, hogy az ön birtokán láz dühöng épp úgy, mint a közeli falvakban. A járvány nagyon súlyos. Azért jöttem, hogy a segítségére legyek önnek, ha ezt elfogadja. A márkvéza úgy állt ott, mint egy feketébe öltözött szobrocska, a matuzsálemikor nyugalmával, s mintha homályos és mégis éber szemével egyenesen keresztül nézne Harvin. Ide nem jár senki. Szólalt meg végül is hangjának valami különös, egyhangúan éneklő lejtése volt. Senki sem keresi fel mostanába. Macvéza telukott. Igaz, hogy már nagyon öreg. Egész nap csak szobájában ül, s onnan is csak akkor jön ki, ha hívják. Tehát mi más lehet itt tenni, könyörgöm, szenyor? A könyörgésnek nagy ereje van, igaz? Legalábbis ezt mondta Don Baltazár. Ő is halott már. De Isabel de Lugo még él. Így hát szobájában üldög és várja, amíg hívják. Kétségtelenül nagyon szeretetleméltó, hogy ön felkereste. Igen. Ez az asszony valóban nagyon különös, gondolta Harvey, amint így önmagáról beszél. De mégis volt ebben valami megindító, ami egyenesen a szívébe hatolt. Ezt nehezen lehetne szeretetreméltóságnak nevezni, válaszolt Harvey. Santa Cruzban voltam, ott hallottam a járványról, amit itt, és Hermosában dühöng. A színigazság az, hogy most nincs más elfoglaltságom. Így hát ide jöttem. Ez jeles cselekedet volt, szenyor, melynek értékét csak növeli, hogy ön igyekszik az érdemet elhárítani. Lovát már ellátták? És mi az, amit ön kívánt? Már elfelejtettem. Pobre de mi? De vacsoráznia is kell. Az öregek mindig jó tanácsot adnak. Feltétlenül vacsoráznia kell. Nem sürgős, mondta Harvey sietve, engedje meg, hogy először megtekintsem azt a helyet, ahol a betegek vannak. Az lent van a faluban. Ó, ott annyi a beteg, és most már annyi a halott. Itt a fiunkan már mind meghaltak. Vagy megszöktek, kivéve Manuelát és engem. Pablo volt az utolsó. Pablo a kapus. Délután halt meg. Később majd megnézheti. Kísértetiesen röviden felnevetett, majd a szolgálóhoz fordult, aki a háttérben mogorva arccal némán állt. Oda szólt neki. Manuela? A szenyor ma este Marquesa de Lugóval fog vacsorázni. Manuela arca egy árnyalattal még mogorvább lett, és bizalmatlankodó kézmozdulattal mondta. De Marquesa, az ön vacsorája már az asztalon van. Hangjában lebeszélés csengett, de semmibe kisiklott. Mert a Marquesa gyermekesen, örvendező hangon ismételte meg. Látja, már az asztalon is van. Kétségtelen, hogy önt vártuk. És a Marquesa már magára öltötte legpompásabb öltözékét. Hát nem érdekes véletlen? Jöjjön, jöjjön, szenyor! Végigvezette Harvey-t az előcsarnokon, onnan egy hosszú terembe, melynek sötét burkolata encinafából készült. Körül a falon kopott aranyozású keretekben megfakult arcképek fügtek. Egyébként a padló kopár volt, a mennyezet közepén hatalmas festett hattyú díszelgett. És az egyik falat teljesen eltakarta, egy nagy, ébenfa aparador. És a terem közepén a diófa ebédlőasztalon feltállalva az egyszerű vacsora, gyümölcs, hidegszárnyas, sajt és tej. Manuela mogorván tett egy második terítéket is az asztalra. Odatolt egy másik nehéz, magas hátú széket, és még egy utolsó rejtett pillantást vetett Harvey-ra, aztán visszavonult.
A Márkvéza kissé szertartásosan ült le az asztal mellé. Szórakozottan teletöltötte poharát tejjel, de nem itta ki. Aztán a gyümölcsös tából kivett egy fügét, és vörös-zöld húsát szeletekre kezdte vagdalni. Ennie kell, mondotta Márkvéza, s fejét olyan bájosan emelte fel, mint egy kis madár. Eleget bőtöl az, aki észszerűen eszik. Ez a sajt nagyon jó. Kardóval készítik, vagy articsóka, igen, vad articsókával. Apró kék virágok, igen, apró kék virágok. Sokat szedtem gyerekkoromban, és az nem tegnap volt. Harry vett a sajtból és a durva sárga kenyérből. Lassan lerázta magáról a valószínűtlenség furcsa érzését. Részleteket akart megtudni a járványról. Hogyan kezdődött ez a csapás, kérdezte. Csapás, szenyor. Az élet nem más, mint csapás. Ki a sárból, és bele a pocsolyába. Ez a szólás. Volt egy ember Józé, aki hazatért a családjához. Tengerész volt, hajón jött. Meghalt, és utána még sokan. Olyan ez, mint a régi modorra dögvész, amely Ferdinánd király idejében támadt lagúnára. Még most, néha most is csonthalmokat találnak a hegy barlangjaiban. Ezek azok a helyek, ahová a guancsok elvándoroltak, hogy ide rejtődzenek, s itt meghaltak. Sok, nagyon sok évvel ezelőtt történt. Harvey szinte tisztelete jegyezte meg. Az ön családja bizonyára régóta itt lakik. A Márkvéze túlnézett Harvey-n, mintha tekintete a múltban kalandoznék. De szenyor, ön nem értett meg. Mi az, hogy hosszú idő? Nem a hónapok, és nem az évek. Punétano, szenyor. Még ennél is hosszabb. Álmodozva elhallgatott, azután kezével az ablakra mutatott, és tekintette a keskeny ablakon át elkalandozott, ki az egyre sötétedő patióra. Ott künn egy nagy, különös fa állott. Sima görcsös ágai félelmetes zűrzavarban csavarodtak össze, mint holmi vadállat halálküzdelmében. Nézze azt a fát, szenyor! Sárkányfa. Még fiatal, s mégis 400 éves. Nem, nem tréfálok, 400 éve, hogy Don Gortez, al Niso de Lugeo. El Conquistador és Adele Tabdo ebbe a házba jött. Innen vezette a háborút kasztíliai seregével, a guancsok ellen. Lamantézánál, a segítségváránál, és megsebesült az öldöklés erdőjében, és ettől az időtől fogva a luegok itt laktak. Mindig, mindig. Mélyet sóhajtott, s apró keze az ölébe hullott. De most minden megváltozott. Bátyám, Isten nyugosztalja, elveszett. Minden elveszett. Sok évvel ezelőtt, Concinilla, a bíbortető letűnésével. Akkoriban minden földünk kaktusszal volt beültetve, Concinillai tenyésztésre. És akkor valami más festőanyagot találtak, tudja, amit Kuimikóból készítettek. A Concinilla termesztőkre ugyancsak rossz idő következett. Bátyám sajnos tönkrement, és már 10 éve halott. És azóta semmi, semmi más, csak szerencsétlenség és szerencsétlenség, ami mérföldekkel közeledik, s hüvelyekkel távolodik. A gyom felburjánzását nem akadályozta meg a víz hiánya. Senki sem ellenőrzött itt semmit, csak Don Baltazar. És ő is meghalt. Dios mio, nagy szomorúság ez, szenyor. Isabel de Lagoa számára. Becsületben megöregedett, de még mindig szereti az életet. Minél többet él az ember, annál jobban szereti az életet. Ezt tartja a közmondás. És itt a nap is átmelegíti az öreg csontokat. Igyék még tejet, szenyor, ha ízlik, olyan, mint a méz. Harvey engedelmesen töltött poharába a meleg kecsketejből, mely szinte habzott a magas csiszolt pohárban. Világosan látott itt mindent. Az öreg hölgy túlélt egy korszakot, amikor a származás tekintélye a legtöbbet jelentette. Bátyja is tönkrement az anilin festék felfedezése miatt, és most itt van öregen, elgyöngülten és egyedül, talán a tunya földművesek hálójába vergődve, becsületes munkavezető nélkül, s ráadásul még ez a szerencsétlen járvány is sújtja. Sajnálatra méltó ivadéka egy nemes fajnak. Ó, szenyor, kiáltott fel a Márkvéza váratlanul. Jobb lett volna, ha a régi, az igazi, Casa de los Clanest ismerte volna meg. Nem így romokba, mint most, de amikor még a szökőkút csobogott a pantióba, és sok boldog, engedelmes szolga énekezengett a ligetekben.
Saját szavaitól megint felindulva csendesen felemelkedett a székből. Derekát kihúzva állt, és mereven bámult ki a hosszú, keskeny ablakon túl, az árnyékba vesző patióra. A szobára már csak nem ráborult a sötétség, és apró, töpörödött alakja szinte kísértetiesen hatott. Soha nem hallott még ilyen éneket, szólalt meg magas, éles hangon. Ajka könnyedén megrándult, s ráncos arcára enyhe pír lopakodott. Soha, soha. A Szent János kenyérfaligetben énekelték, gyakran még most is hallom, amikor az alkonyat leszáll. Arca megremegett, s szinte világított a múlt dicsfényében. Harvey legnagyobb megütközésére remegő és elcsukló hangon énekelni kezdett. Al, acaberse el trabajo. Ya puesta de sol. Nos juntamos en la alameda. Brillan las lucernagos como estrellas. La luna en el cielo está. Halálos csend borult a szobára. A Marquise nem mozdult, hogy visszajön a helyére. Még mindig állt, a tekintetével a végtelenségbe meredve. Elkezdte eszegetni gyümölcsét, s kénni a tejet. Múltak a percek. Azután a feje hirtelen lecsuklott, tekintete belemélyedt Harvey rászögezett aggódó pillantásába. A révület lassan feloldódott benne, s mikor magához tért, gyengén felnevetett. Meggyújtotta az asztalon álló két gyertyát, s éppen olyan csendesen ült le, mint amilyen csendesen az imént felállott. Ráncos kezét ölébe ejtve összekulcsolta, mélyet sóhajtott, talán, hogy behorpadt mellét, s tüdejét levegővel töltse meg. Harvey mereven a tányérjára bámult, és félszegen kezdte kenyerét morzsolgatni. Nagyon sajnálom, mondta végül Harvey halkan. Nagyon sajnálom, hogy ennyi szerencsétlenség érte. Majd kis szünetet tartott. És most, ha megbocsájt, már mennem kell. Igen, felelte a Marquise lassú, elfojtott hangon. Önnek mennie kell. És azután újra vizsgálgatni kezdte Harvey-t. Ön angol, s napnyugtakor jött ide. Dios mio. Ez nagyon különös. Hosszú évek teltek el azóta, hogy egy angol ember itt járt, Los Cinesben. De az nem maga volt. Sajátságos mosoly suhant át a Marquise arcán. Hogyan is lehetett volna ön? Régi történet, szenyor. Akkor történt, amikor a maguk angol Nelsonja Santa Cruz ostromolta. De visszaverték, mint ahogyan bizonyára ön is tudja. Ajjajjaj! A spanyol várőrség bátor volt. És miután a harc véget ért, egy angol férfi jött ide napnyugtakor. Nem, nem, az nem ön volt. A mosoly most gyöngyöző kacagássá erősödött, és ez a kacagás gyermekes volt, mégis furcsán titokzatos. Mindez meg van írva egy könyvben. Már sokszor elolvastam itt a könyvtárszobában. Egy napon majd megmutatom önnek is. Olyan szomorú és olyan különös. Az a férfi a szerelmesével együtt érkezett, hogy menedéket találjon. A nő egy angol kapitány húga volt. A férfi itt hagyta a leányt, és ide jött visszaérte. Pobre de mi? De az élet kegyetlen. Amikor visszajött, a nő már nem volt itt. Elment. Elment. A Marquise egyre figyelte Harvey-t, s hangja halk suttogássá, csak nem panaszos siránkozássá vált. Amikor elhallgatott, csend borult rájuk, a gyertyák lángja az asztal felett szeléden lobogott, s imbolygó árnyakat vetett a faburkolatra. Harvey gondolatai együtt imbolyogtak az árnyakkal. Teljesen ismeretlen meghatottság fogta el, s folytogatta torkát. Úgy érezte, mintha ezen az idegen helyen, amelyet a múlt árnyai népesítettek be, valami varázslat tartaná hatalmában. A hattyú címeres kastély gondolatai egy pillanatig valami kísérteties útvesztőbe száguldoztak, azután remegve visszahúzódtak. Gondolatok cikáztak ides-tova, mint a riad halak a tóban. Ellensége volt ezeknek a gondolatoknak, mégis egyre iknyüzsögtek oktalanul, és gyötörték. Úgy érezte, hogy benső valója eltávolodik tőle, egybeolvad a lengő árnyakkal, melyek ott libegtek a falak faburkolatán. Harvey minden erejét összeszedte, hogy visszanyerje higgadtságát. Látta, hogy a Marquise befejezte az étkezést, hátratolta a széket és felállt. Most már mennem kell, ismételte. Ha megengedi, lemegyek a faluba. Igen, elmegy, ha mennie kell. Hát ki vagyok én, hogy szembeszálljak a végzettel.
A falu nincsen messze. Manuela majd elvezeti az ösvényen. Felkelt és sejtelmes mosolyával, furcsa, merev testtartásával elvonult Harvey előtt, és kilépett a szobából. Manuela? Kiáltott az előcsarnokban, és tapsolt. Manuela? Manuela? Csendben várakoztak, amíg a szolgáló megérkezett. Szövett talpú cipőben nesztelenül suhant elő a homályból. Fogd egy lámpát, Manuela, s vezesd a szenyort a faluba. Az asszony lehajtott arcát rémület és félelem öntötte el. Fejét hevesen ingatta. Nem, nem, kiáltotta, nem teszem. Már éppen eleget éltem át. Az éjszakai levegő betegséget lehel. Elég, ha elmagyarázza, hogy merre megy az út, vágott közbe Harvey sietve. Ez nekem éppen elég. Igen, elmagyarázom, az erős holdfény jól megvilágítja az utat. Nincs szükség sem lámpásra, sem reám. A Marquise a tehetetlen kézmozdulatot tett. Pobre de mi? Sohajtotta. Manuela nem akar menni. Nem akar, nem akar, nem akar. Milyen gyakran hallom ezt, de hát most ő az egyetlen, aki velem maradt. Figyeljen ide, szenyor, majd elmagyarázza magának. Azután kérem, jöjjön vissza, és fogadja el a ház szegényes vendég szeretetét. Ön szintén jól ismeri a bal szerencsét. Ez rá van írva az arcára, szenyor. A szerelmet, s a bánatot. Nem lehet elrejteni. De az Isten útjai, ha tekervényesek is, egyenesen vezetnek a cél felé. Ki tudhatja, nem szerencse, hogy ide jött a maga számára, és talán az én számomra is. És most, adios. A Marquise megfordult, és keresetlen méltósággal lassan megindult fölfelé a lépcsőn. A cipő sarka koppanása, amint a falépcsőn felhaladt, idáig visszhangoztak. És aztán a felső galéria homája elnyelte alakját. Az ajtónál Manuela már várta Harvey-t, mikor végighallgatta a határozott útmutatásokat, Harvey megindult a falu felé. Az éjszaka tiszta volt. A telihold megvilágította a kertet. A frézia illata lustán hömpögő áradattal vette körül. Semmi sem mozdult. Még a Szent János bogarak is mozdulatlanul csüngtek a granadilla leveleken. Úgy ragyogtak, mint apró, merev szemek. Az ösvény kelet felé kanyarodott, fel a hegynek, és úgy világított ebben a mennyei ragyogásban, mint egy folyó. Amint Harvey egyre előbbre s előbbre tört ezen az álomszerű folyócskán, áthaladt egy gyümölcsel dúsan megrakott narancsligeten, s öreg banánfák csoportján. A közelben itt-ott bozót, s néhány üres fészer, s azután törött kerekével az ég felé néző, felbillent kocsi. Mindenfelé lüktető élet, s mindenfelé a pusztulás. Már negyed mérföldnyire járt, amikor áthatolt egy alacsony kőfalon, s homályos fénynyalábokat látott felcsillanni. 3 perc múlva elérte a falu utcáját. Rádöbbent a pusztulásra, mely mint a szemfedő ráborult a falura. A falu elhagyatottnak látszott. Itt-ott néhány meglapuló kutyát pillantott meg. Egyik-másik átfutott az úton. A templom kapuja feketén tátongott, s homályos belsejéből lassú menet kanyarodott kifelé. Tömjén füstölőt lóbálva a minisztránsok és a pap. Mögöttük a gyászolók, akik vékony kötélen húzták a Szent Mihály lovát. Harvey mozdulatlanul nézte, amint a kis fehér koporsó tova haladt. Kalapját levette. Ügyet sem vetett rá senki. Egy gyermek, gondolta Harvey ösztönösen. A gyászmenet befordult a temetőbe. Összehúzott szemekkel nézett utánuk, s ott bent megpillantott egy sor frissen hantolt sírt. Azután tovább haladt. Távolabb egy csoport katonát látott, amint petróleumlámpa világánál egy kocsi körül ácsorogtak. Szanaszét az úton körös körül podgyászládák hevertek. Gyors léptekkel 2 apáca sietett a katonák felé. Végre helyben vagyok, gondolta Harvey. Végre tehetek valamit. Nem késlekedett tovább. A legközelebbi ház nyitott ajtaján habozás nélkül belépett a világos szobába. A sarokban az ágy mellől, ahol épp egy parasztlányt ápolt, egy nő egyenesedett fel. Hátrafordult és szembenézett Harveyval. Halk sikoly tört elő ajkai közül. Susan Tranter volt. 18. fejezet. 2 napja már, hogy az Aureola kisiklott Orotava kikötőjéből. Mary Fielding akkor ott állt a St. George erkélyén, s figyelte a hajó indulását. Szél és eső vágódott szemébe, de csak nézte merően.
Nézte, amint a hajó belevész az egyszerű sűrűsödő ködbe. Az árbócok tűntek el legutoljára. De végül azok is közönösen kisiklottak a látókörből. Méri ott maradt egyedül a bánattal. A lüktető motorok zaja még mindig agyában zúgott, mint hogy hosszú, hosszú ideig ott állt mozdulatlanul. Azután lassan megfordult, és a nyitott erkély ajtón át belépett a hálószobába. Igen, szép szoba volt. Tágas, ragyogóan tiszta. Ízléses bútorzatú. A kábafa ágy fölött fodros moszkétóháló függött. Méri beleült a fonott karos székbe. Még ott állt mellette a gondosan becsomagolt podgyász, és átszenvedte szívének minden iszonyatos elnehezedését. Csengetnie kellene a szobalánynak, hogy csomagoljon ki, fel kellene keresni Elisszát, át kellene nézni a postáját. Hatalmas levélcsomó feküdt a legfelső bőröndön. Nem volna szabad csak így ülnie elgyengülten, kezét ölébe ejtve. De nem tudta magáról lerázni tehetetlen kedvetlenségét. Valami kínoszta a bordák mögött a szívénél, valami fájdalom. Szinte elviselhetetlenül gyötörte. Ajkába harapott. Ne légy bolond, mondotta önmagának. Ilyen reménytelenül bárgyú bolond. Idegesen felugrott, megnyomta a csengőgombját, és várt. A szobalány belépett. Alacsony, mulat leány volt. Kézelői és gallérja versenyre keltek szemefehérjével. Egyetlen szóra a bőröndökhöz lépett, és karcsú, kávészíni ujjaival serényen oldozni kezdte a szíjakat. Méri egy darabig hallgatagon nézte, azután nyugtalanul lépett az ablakhoz. Összekulcsolt a kezét, s belebámult a kérhetetlen szitáló esőbe. Mikor ár már el az eső? A mulat leány felpillantott, és ajkai közül vidáman csillant elő ragyogó fogsora. Kérem, madame, a szép idő mindig jókor jön. Így gondolja Rosita? Hangja rekettes volt, és valami nevetséges hanglejtéssel beszélt. A régi Méri imádta volna ezt a furcsa hangot, de most még mosolyt sem csalt az ajkára. Tehát rövidesen szép idő lesz? Igen, kérem, madáma, holnap. Holnapra már szép idő lesz, madáma. Rosita megismételte kedvelt szavát, és úgy budjantotta ki ajkai közül, mintha a zamatát ízlelni. Holnap. Ez a gondolat új fájdalommal nyilat Méri szívébe. Holnap és holnap. A következő nap s a következő nap. Mint sorra, ezek az üres napok kongón vég nélkül sorakoznak előtte. Szemébe újra szomorú könnyek tódultak. Arcát odaszorította a hideg ablaküveghez, s úgy sóhajtott fel, mintha a szíve szakadna meg. Az idő könyörtelenül haladt előre. A kicsomagolás véget ért, a szobalány mosolygott, s udvarias bókolással távozott. És most megszólalt a gong, hangja ebédre hívogatóan csendült fel. Lassan lépkedett a lépcsőn, le az ebédlőbe. Ott Gibsonhez és Elisszához csatlakozott, akik egy sarokasztalnál ültek. Nekik pompás kedvük volt. Elisszát felvidította a hely egyszerűsége, Gibsont a konyha meglepő ígéretei. De a nevetésük úgy érte Mérit, mint az ostorcsapás. Minden nagyszerű volt, a kiszolgálás csendes, az étel kitűnő, a terem pompás, a friss ágas bogak cserjék derűt ontottak. Mérinek nem volt étvágya. Csak éppen megérintette, de nem ízlelte meg a fehér borban főtt rózsahalat, melyet Dibst elragadtatásba ejtette. És beszélgetése sem volt más, csak álmítás. Egész idő alatt a lelkében égő fájdalmat rejtegette. Ebéd után a téli kertbe mentek. Az eső még mindig csepegett a szürke égből. Elissa aggódó szemekkel vizsgálgatta az eget, és Bridget indítványozott. Bridge. Méri már-már szólásra nyitotta ajkát, hogy visszautasítsa az ajánlatot, de azután magába folytotta a szót. Gyűlölte a kártyát, de mindez nem számít. Erőt kell vennie magán. Valóban. Így száguldoztak gondolatai, és ez az erőfeszítés majd lehetővé teszi, hogy kevesebbet foglalkozzék gondolataival, hogy barátságosabb legyen a többiekhez. Legyőzve és megfékezve önmagát, beleegyezően bólintott. Hozták a székeket és a kártyát, és leültek bridgezni. A negyedik egy kifogástalan kis öregedő angol úr volt, rövidre nyírt bajuszú, hosszú kabátos, lovaglónadrágos és katonás fellépésű. Kapva kapott az első híváson, és csatlakozott a partihoz. Igen jól neveltem fogadta el a meghívást, mivel igen jól nevelt emberke volt.
Közvetlenül a játék megkezdése előtt hívták meg, tehát a meghívást a véletlen alkalom szülte és tette elfogadhatóvá. A kis angolul természetesen jól ismerte a meghívói nevét és társadalmi körülményeit. Reggel első dolga volt, hogy szorgalmasan áttanulmányozza a szálló vendégkönyvét, és nyomban felkutatni az egyik társadalmi osztályból való közös ismerősöket. Kis asszonykája miatt töltötte a telet külföldön. Vázlatokat rajzolt, kirándulásokat szervezett, hadarva beszélt, s Istennek hála, angol úriember volt. Neve Forbes Miss. Okvetlenül kötőjellel. A játék a végtelenségbe nyúlt, keverés, emelés, osztás, hívás, a nehézkes kézből való játék. És nem lehetett előbb abba hagyni, csak amikor az unalmas kör befejeződött. Méri szemében mindez olyan idegennek és céltalannak látszott, miért is ül itt, és tartja kezében ezeket a fényes, színes lapokat? Miért erőlteti magára a beszédet és a mosolygást? Feje szédült. Forbes Miss udvariaskodása mérhetetlenül kínoszta. Egyedül létre vágyott, hogy csendesen és békében egyedül maradjon gondolataival. Már 5 óra is elmúlt, amikor az utolsó rabbel befejeződött. Ezután az összeszámolás következett. Az ostoba vita Dibbs és Elissa között a számítás módja fölött. Forbes Smith makacs erőlködés, hogy bemutassa azt a néhány elbűvölő embert, akik a téli kerten felbukkantak. Már csak 1 óra választott el a vacsorától, mikor Mérinek végre sikerült megszabadulnia. Fent a szobájában megmosta a lüktető halántékát, felvette a keze ügyébe első estei ruhát, és újra lement, hogy átvergődjék egy újabb étkezés külsőségein. Azután azzal a kifogással, hogy fáradt, végre újra szabad volt, hogy megint szobájának magányában keressen menedéket. Becsukta az erkély ajtót, fáradtan támaszkodott az ajtófélfának, azután bágyott kézmozdulattal kinyitotta az ablakot. Az eső már elállt. A hold a felhők mögé rejtőzve ontotta halvány tejszínű fényét. Az este ködös volt, de világos. A könnyű csipkefüggönyök szeliden himbálóztak az éltető levegőben. A távolból halkan felhangzott a békák brekegéses, összevegyült a hullámverés tompa, ütemes morajával. Az erkély alatt nagy tömegben liliumszirmok villogtak. Az illata mennyire hasonlít a frézia illatához, mámorító és nehéz hullámokban árad felfelé. S váratlanul fájdalom hasított szívébe. Ez már túlságosan sok volt, és túlságosan nehéz volt ahhoz, hogy elviselje. Lassan levetkőzött, ruhadarabjait egymás után hanyagul csúsztatta a padlóra. A nyírkos levegő lehűtötte forró testét. Már az ágyban feküdt. Hanyat fekve távra nyílt szemekkel bámult a sötétbe. Időérzékét elvesztette. A békakuruttyolás egyhangú zenéje, a hullámverés moraja, még egyre hangzott, s körülötte is a szállóban, hirtelen feltámadtak az éjszaka hangjai. Nyugtalanul győzte le álmosságát. A moszkító háló szinte folytogatta. Mint hófehér halotti lepel úgy borul ágyára. Beteg talán, hogy ilyenekre gondol. Ilyesmi soha nem ötlett agyába. Igen, lázas volt. Valóban lázas. A fertőző méreg vérében már megkezdte alattomos munkáját. De Méri semmit sem tudott róla. Csak azt érezte, hogy nem tud elaludni. Így szamogott tovább 3 óra, amikor végre valami tátorgó kábultságba süllyedt, és lezárta égő szemeit. Süllyedt, egyre süllyedt, lejjebb és lejjebb, a feledés mélységein keresztül. És azután álmodott. Soha még ilyen élénk nem volt az álma. Ez is, mint a többiek, ott kezdődött a pályaudvaron a szökőkútnál. Az öreg, repedezett párkányú szökőkútnál, azzal a bronz hattyúval, mely nevetségesen úszni látszott a víz nélküli medencében. Peremén a kicsiny zöld gyíkok lustán sütkéreztek, és szeliden rápislogtak, amint feléjük közeledett. Az útburkolat kövei ismerősként simultak talpa alá, a sárkányfa öreg csodálatos ágai égbe nyúltak, és a frézia virág édes bájos illata töltötte be a levegőt. De természetesen nem vesztegette idejét ott a kútnál. A kert felé futott, és amint szaladt, 2 nagy fehér hattyú rebbent fel a gránátalmafákról, s harsonázva repültek tova a hegyek felé. Pompás száncsapásokkal. Lelkendezve tapsolt, most megindult a Narancsliget felé. Hirtelen új érzés csapott le reál, megállt. A csodálatos meglepetés lenyűgözte.
ott volt a férfi, ott állt újra, ott a ligetben, öröme kedvelt helyén, épp úgy, mint ahogyan már olyan gyakran látta. De a férfi arca most nem volt elmosódó, alakja sem volt ányszerű, egészen tisztán látta. Igen, ő volt, hát mégis ő az, bármit is mondjanak, nem tévedett. Most már aztán a férfi sem tudja letagadni. A szíve megpattanásig dobogott, kimondhatatlan öröm fogta el. Kiterjesztette két karját, és a férfi felé rohant, hol kacagva, hol sírva. Kacagva és sírva vad örömében. Ó, ez a boldogság olyan megrázó volt. Élő ember számára elviselhetetlen. Szíve énekelve emelkedett, és egyre emelkedett. Az életben vagy a halálban semmi sem volt hasonló ehhez a percnyi elragadtatáshoz. Végre megtudta, mint a minden időről szóló kinyilatkoztatást, hogy miért van itt. A férfiért, akit egész életén át mindig keresett, és a kert újra élett a beteljesüléstől. Nem kell többé félnie, hogy egyedül van. Nem kell kétségbe esetten visszaborzatnia saját gyerekes ostobaságától. Itt van a férfi túl a fájdalom határán, és a káprázat bilincsei lehultak. Egész élete előre elrendezett, végzetszerűen irányított élete ide, ehhez a találkozáshoz vezette. A férfi arca még nem látta meg őt, minden örömén keresztül is szánalmat keltett lelkében. Most már fel kell fednie magát a férfi előtt, hogy szemeiben, amelyek őt még nem pillantották meg, felcsillanjon az öröm. Sóvárogva suttogta a nevét. A férfi nem hallotta meg. Újra a nevén szólította, most már hangosabban. És már éppen rohanni akart feléje. És egy röpke pillanat, s a lelke újjászületett elragadtatása legyilkolva hullott alá. A mosoly hidegen elhalt ajkain. Érthetetlen, nem tud megmozdulni, hiába akar. Lábait fogva tartja, valami, s testét, mintha összekötözték volna. Lázasan tusakodva küzdött. Félelme és reménye egybeolvadt. Minden erejével harcolt, hogy megmozdulhasson. Lelkét az eredménytelen küzdelem gyötrelme tépte, szaggatta. És ekkor elhúló halk zokogó kiáltással felébredt. A borzalomtól és kétségbeeséstől üveges szemmel tekintett körül az új nap vakító zűrzavarában. Felsóhajtott. Hát nincsen. Már nincsen a kertben. Hanem itt van, hálószobájának nyugodt valóságában. Nehezen lélegzett. Bénultan, s még mindig kábultan feküdt álmának lidérc nyomásos befejezésétől. Azután összeborzott. Olyan közel, olyan nagyon közel volt minden, mintha itt. Belül lett volna a molajló hullámverésen. És most mégis, már milyen messze van. Hosszú sóhaj röppent föl ajkáról. Megcsaltak, összezúzottnak, félrevezetetnek érezte magát. A befejezetlen álom keserűsége miatt. Rozita lépett be tálcához a reggelit. Úgy találta Mérit, amint arcával karjaira borul. Félrehúzta a függönyt, s vidáman mondta. Tessék csak nézni, csoda szép idő van ma. És ahogyan mondtam, madamma, most már aztán elég napfény kaphat. Méri kábultan nézett a szobalányra, s még mindig arra gondolt, olyan közel, olyan nagyon közel volt, mintha itt. Belül lett volna a morajló hullámverésen. Hirtelen valami ismeretlen reménység felvillanására megkérdezte. Rozita? Hangja furcsán sejtelmes és távoli volt. Van itt valahol a közelben kert, egy régi, nagyon régi kastély, ahová néha hattyúk repülnek napnyugta körül? Rozita kerekem tágult szemmel hallgatott. Aztán tisztelettudóan felnevetett, fejét csóválta, mintha a legszellemesebb tréfát hallaná. Nem, kérem, madáma, Rozita eléggé furfangos, de erről még soha nem hallott semmit. Biztosan tudja? Egészen biztosan? Isten bocsássa meg, de igen, madáma, szívből felnevetett. Sok kert van itt, ó, Isten bocsássa meg, sok bizony, de egyik sem ilyen. 20 év óta élek itt, de soha még egyetlen hattyút sem láttam. Méri nem válaszolt. Gondolatai elsiklottak Rozita válasza fölött, s messze, távol valami titokzatos előre megsejtéssel, egyetlen cél körül kerintek. Felkelt és pongyolát öltött. Mint ahogyan már Rozita is megmondta, az idő gyönyörű volt. Már is nagy volt a hőség legalábbis, Méri úgy érezte.
Feje furcsán szédült, amint tekintete a lent elterülő kék tenger felé kalandozott. Arra gondolt, milyen hűs és milyen frissítő lenne, ha megfürödnék. Igen, fürödnie kell. Fürdőruhájá még mindig ott csillogtak, a Playa de los Canteros homok szemei, lelkében emlékeket ébresztve. A visszaemlékezés csak egy pillanatig tartott, azután tovasuhant, és csupán átsulanó fájdalma nyomán maradt. Furcsán kuszált gondolataiban. Néhány törülközőt vett magához, azután lement a széles kőlépcsőkön, elhaladt a liliomos virágágy mellett, és a vízfart belé tartott. A part teljesen üres, néptelen volt. A tengeren csupán a hullámok fehér taraja táncolt, Méri könnyedén úszott, úgy érezte, hogy a víz súlytalan, s légies. Csak homályosan illik bele a valóságba. Alig vette észre, hogy bal karja kissé merev, csuklóján apró pirosas folt támadt. Muszkitócsípés. Három nappal ezelőtt, mikor áthaladt Las Palmasban a mólón, egy fertőzött moszkító megcsípte. Aminek történnie kell, az megtörténik, mondogatta sokszor, és azt is, nem véletlenség, hanem a végzet irányítja életünket. És íme most, saját jóslatának áldozata, áll szemben a végzet szörnyű fordulatával. Sárga láz. Testének ez a furcsa könnyűsége, gondolatainak különös ködössége, már a kitörni készülő láz korjelei. Méri kilépett a vízből, füle csengett. Megtörülközött, felvette köpenyét, s kerten át, megindult a szállóba vissza. Néhány percig sétálgatott, egész lénye homályosan zavart volt, füle még egyre zúgott. Az ösvény fordulójánál hirtelen egy öreg ember bukkant fel előtte, aki térden állva gyomlágatott egy vörös csillagfűrt virágágyat. Fején széles szalmakalap, hosszú kiszáradt füleiben vékony aranykarikák. Méri az öreg ember ráncos, napégette nyakát bámulta. Az öreg nyugodtan folytatta a gyomlálást. Majd fejét kissé fél oldalt hátrafordította, félénken Mérire mosolygott, és valami köszönésfélét motyogott. Méri visszaköszönt. Nem tudott mosolyogni, de belül furcsán kinevette önmagát. Ó, milyen különös, milyen bolondos is. Mindig is ilyen volt, mindig is ilyen lesz. Csak tréfa az egész, természetesen nagyszerű tréfa, de nem tudja megállni, hogy meg kell kérdezni ettől az öreg parasztól, és bizonyosan ő is épp úgy kineveti majd, mint Rosita. De bánja is ő ezt. Hisz ő maga is nevet önmagán, nevet ott lent mélyen, lázasan, lüktető szívének titkos mélységeiben. De amikor Méri feltette a kérdést, az öreg nem nevetett. Felállt, és hosszú kutató tekintettel komolyan nézett Mérire. Olyan sokáig hallgatott, hogy Méri megismételte a kérdést. Biztosíthatom, szenyóra, hogy jól megértettem, szólott habozva, talán ismerem is azt a helyet. Az a puszta tény, hogy az öreg a kérdésre nem adott elutasító választ, hirtelen belső remegéssel töltötte el. Tágra nyílt szemekkel bámult az öreg arcába. Sok idővel ezelőtt kezdte az öreg a sziget túlsó felén. A De Luego családnál dolgoztam. Ó, igen, szenyóra. Akkoriban az Estancia még nagy volt, nagyon nagy. Kalamja karimáját babrát és akadozva folytatta, és annak a családnak a címere egy hattyú, szenyóra. Egy röpülő hattyú. Méri szédülés fogta el. Szeme elé emelte kezét. Ó, bizonyára napfény volt az, ami így elvakította. És rajta van a kapun, a nagy vas kapun a sárga kis házikó mellett. Az öreg eltűnődött, aztán megszólalt. Igen, valóban, szenyóra, és a patio szökők útján is. Méri halk kiáltással szakította félbe. A szökők út kiszáradt, és apró zöld gyíkok szaladgálnak a párkányon. A tornász előtt frézi a virágágy, a feljáron túl narancsfák, száz és száz narancsfa, nem így van? Az öreg arca elmosolyodott, összehúzta barna szemét. De igen, szenyóra, pontosan így van, ön már járt ott? Ez nyilvánvaló. A La Casa de los Cisnesben. La Casa de los Cisnes. Méri úgy ismételte, mintha mélyen magába akarná vésni. Nehogy elfelejtse. Azután suttogva megkérdezte. Messze van? Messze van innen? Az öreg lassan jobbról-balról ingatta a fejét. Nem, nem, szenyóra, nincsen messze.
És az út könnyű. Először Santa Cruzba kell mennie, szenyóra, aztán Lagunába, ahol már mindenki ismeri az ősi eszenciát. Ó, milyen könnyű odáig eljutni. Egy napi út a kis bárkán, mely minden áldott nap délben indul a kikötőből. Azután pedig egy rövid kocsi út. Semmiség az egész. A szavak kuszán és vadul rohantak Méri agyába, visszhangozva, csattogva, borzogva kábító villogással. Valami földön túli barátságot érzett az öreg ember iránt. Hallotta a saját hangját, amint köszönetet mondott. Saját hangját, természetesen, és mégis, mintha valami idegen hang lenne. Már alig ismerte meg a körülötte lévő dolgokat, most már messze járt, a másik kert tündöklő pompájában. Pontosan tudta, hogy mit kell tennie, és ez csodálatos örömmel töltötte el. Nyugodt volt, de izgatott is, mégis magabiztos, és érzéseinek csupán egy kis része volt zavart és riadt. Tudatában csak homályosan élt, hogy közben visszatért a szállóba. Gépiesen felment a szobájába, lángoló arcát megmosta, haját megigazította, és gondosan felöltözött abba a ruhába, amelyet Las Palmasban viselt. Amikor a tükörbe nézett, szeme természetellenes csillogásra ragyogott. Azután pénzt vett magához. Néhány pillanatig gondolkozott, rövid üzenetet írt Elisszának egy ív papírra, amelyet szembeötlően az öltöző asztalkára helyezett. Végre indulhat. Mintha álomba járna, úgy súrant ki az ajtón. Sietve és lábujjhegyen. Senkinek sem szabad meghallania, senkinek sem szabad meglátnia, hogy elmegy. Belsejét valami különös, titokzatos ösztökélő erő hatotta át. Amint lehaladt a lépcsőn, és az előcsarnokba ért, megállt. Elviselhetetlen honvágy égett benne. Casa de los Cines, ismételte magában. Egész teste remegett. Megyek, végre oda megyek. És magasra emelt fejjel távolban néző tekintettel indult. Újra. 19. fejezet. Az esti harmat most kezdett lehullani a széles kaktusz levelekre. Harvey a kastély felé igyekezett. Vállai meggörnyedtek, fejét mellé rejtette. Naphosszat Hermózában dolgozott. Nagyon rossz, kemény nap volt, hiába való és teljesen kimerítő. Belélegezni a dögvész émeítő levegőjét és az égő fertőtlenítőszer füstjét. Alkudozni a tudatlansággal, harcolni a tehetetlenséggel és a piszokkal. A faluban katonaság volt, a spanyol parancsnok gyanakodva fogadta felajánlott segítségét. Gőgös volt és gyanakvó. Mi nem hívtunk ide senkit, szenyor. És tetejében még jól látta, hogy a járvány legrosszabbján már túl is vannak. Bolondjára ide is későn érkezett. Bosszantotta a dolog. Mégsem állt félre, naphosszat úgy dolgozott, mint egy néger. Tehetségének legjavát adta, és most testben, lélekben kifáradva, befordult a kastély feljárójához vezető úton. Amikor áthaladt a pacion, s feltekintett, megpillantotta az asszonyt. Hirtelen megállott, mint akit halálos csapás ért. Halott sápadtan szorította kezét szemére. Csak a forróságtól van, gondolta fájdalmasan, majd el fog múlni. De amikor kezét levette a szeméről, az asszony még mindig ott állt. Mérhetetlen felindulás hullámozódult rajta keresztül, olyan váratlanul és olyan kínzóan, hogy csak vadogni tudott. Méri, aztán újra, Méri. És csak ezt az egy szót. Méri itt van. A nap tűnő fénye behintette a csillogó udvart, és megvilágította az asszony arcát. Besugározta felülmúlhatatlan szépségét. Méri Harveyre tekintett, és azután az asszony karcsúan, mint a sudárfa bájosan, mint a zenedallama, megindult Harvey felé. És Harvey lelkében valami ugrándozni, bolondul ugrándozni kezdett, ó, örvendezve, mint egy kis bolondos láng. Az asszony már ott állt mellette. Miért jött ide? Ez a hang nem a saját hangja volt. Az asszony halóványan, Harvey tekintetébe bámuló szemmel reálmosolygott. Mennyire örülök, hogy megtaláltam magát. Mélységesen csend. Harvey torka összeszorult. Azt hittem, hogy sohasem jutok el ide, folytatta Méri suttogó hangon, hogy sohasem fogom magát újra látni. Karcsú teste Harvey felé hajolt. Nagyon fáradtnak látszott, mint akit nehéz gyötrő nap végére ért. Méri, miért van maga itt? Kiáltott fel Harvey. Nem értem. Minden rendben van, felelt az asszony álmodozva.
Most már magával vagyok. Minden rendben van. És itt minden olyan, mintha hazatértem volna. Körülöttük szinte lebegett a levegő, de Méri szemének izzó ragyogása aggodalommal töltött el Harveyt. A szemek fénylettek, de ez a fény most jobban behatolt a szembogár peremébe, mint ahogy bármikor Harvey látta. Maga fáradt, szólalt meg Harvey akadozó hangon. Valamit kell ennie. Nem vagyok éhes, csak szomjas, igen, nagyon szomjas vagyok. Harvey alig tudta tekintetét levenni Méryről. Nagy nehezen elfordította a fejét, és úgy mondta. Jöjjön hát velem, szerzek magának egy kis tejet. Harvey besietett a házba. A halántékába vágtató vérlüktetése, mintha tompán, kongó hangokban verődött volna vissza az előcsarnok falairól, és megzavarta minden gondolatát. Az ebédlőbe rohant, senki sem volt már ott. A vacsoraidő már régen elmúlt. Az ételmaradékokat bizonyították, hogy a Marquise már befejezte az étkezést. Remegő kézzel töltötte le egy poharat tejjel. Visszasietett. Mérit az előcsarnokban találta. Köszönöm. Kiitta a tejet, és közben a pohár széle fölött Harveyt nézte, aztán sóhajtott. Ez jól esett, a fejem fáj, de azt hiszem, most már az is elmúlt. Harvey óvatosan átvette a poharat. Keze újra remegett, mintha az asszony ujjait érintette volna meg. Pihennie kell, igazán pihennie kell. Halálosan fáradtnak látszik. Méri megrázta a fejét. Óvatosan, mintha attól félne, hogy visszatér bele a hasogató fájdalom. Nem, még nem vagyok fáradt, most már jobban érzem magam. Valahogyan mindent olyan boldognak és könnyűnek érzek, mint a levegőt, és vissza akarok menni a kertbe. Harvey mosolyogni próbált, de kiszáradt ajkára nem jött mosoly. Nem gondolja, hogy ehhez már nagyon késő van? S akarata ellenére újra Nevin szólította az asszonyt. És Méri azon a sejtelmes és távolból jövő hangon mondta, milyen gyönyörűség hallani, ha nevemen szólít. Ez valahol mélyen, nagyon messze. Emlékeztet valami nagyon messzire a múltból. Izgatottan kulcsolta össze a két kezét, s könyörögve kiáltotta. Menjünk ki. Oda, ahol a frézia virágzik. Százával, hűvösen és gyönyörűen. És ott van a narancsliget is. Érezni akarom, hogy valóban itt vagyok. Ó, nem látja, hogy milyen boldog és izgatott vagyok? Olyan csodálatos, hogy végre tudom. Mindez valóság, hogy mi együtt vagyunk, és nem kell egyedül és szomorúan felébrednem. Az asszony álmodozó komoly szavai nyugtalansággal töltötték el Harveyt. Tiltakozni szeretett volna, s ugyanakkor helyeselni is. Amint belenézett az asszony szemének mosolygó sötétjébe, gondolatain valami figyelmeztető hang cikázott át. Újra aggodalom fogta el. De az asszony szájának puha lágysága eloszlatta aggodalmát, épp úgy, mint gyenge ellenállását. Nem tudott tovább gondolkozni, csupán egyre vágyott, hogy az asszony közelében lehessen. Követte Mérit kifelé a néma előcsarnokon át. Kint az oszlopos csarnokban a lapos lépcsőknél, melyeknek hasadékait belepte a vérvörös tapló, Méri egy percre mozdulatlanul megállt. A lenyugvó napba tekintett. Ott állt a férfi mellett, mélyet hosszan sóhajtott. Szomorúság és öröm volt ebben a sóhajtásban. Fent a lávacsúcsokon a nap lángolva forrott, és beszórta az eget vad bíborvörös lángsugárral. És a lobogó fénynyalábok, megrészegülve az égboltozat szépségétől, lehullottak és átlátszó, vöröses-zöldes színbe remegve ereszkedtek alá a halványodó, sötétedő égbolt peremére. Percekig nézték. Méri újra felsóhajtott. Amikor most így áll mellettem, úgy érzem, hogy a napnyugta benne lüktet a szívemben. Harvey nem felelt. Mindkettejüket foglyul ejtette a csend. Mindenki ejtett szó durván nehézkes volna a daloló édességű csendben. A napot nézték, s a nap, mintha a gyönyörtől ellankadna, most tikkadtan ájult a szürkület karjaiba. Méri megmozdult. Felemelte a fejét, és tiszta, őszinte mosolygással nézett fel a férfira. Azután lassan megindult a narancsliget felé. A frézia kihajolt az ösvényre, és szeliden megsimogatta a szoknyáját. Méri visszasimogatta bársonyos fehér szirmukat. Lágyan simogatta. Puhán lágyan, mint a tenger halk hulláma. Éppen ezt vették el tőlem, suttogta Méri. Amikor meg akartam simogatni a fréziát. Minden szerte foszlott.
Minden eltűnt, és hidegség lépett helyébe. Ekkor hirtelen, ledöntve az észszerűség korlátait, Harveynak kísérteties káprázata támadt. Egyre nőtt és kitárult. Élénken tölt rá egy ihletett sugallat, őrülten és mégis ragyogóan. Minden érzékével igyekezett ellenállni, de hiába. Elsodródott, és egyre lejjebb és lejjebb merült. Téren és időn keresztül. Aztán halk hangon megkérdezte. Ez az a hely, amelyről beszélt nekem? Emlékszik, bizonyosan tudja. Igen, felelte Méri megdöbbentő természetességgel. Ezt bizonyosan tudom. Ezért is érzem, hogy most igazán otthon vagyok. Semmi sem változott itt. A kastély, az udvar, a furcsán megcsavarodott fa, a narancsliget. Minden változatlanul ugyanaz. És az én fréziám, az én gyönyörű, gyönyörű fréziáim. Szívigható édesség csengett a hangjában. Elhallgatott. Azután kis sóhajjal hozzátette. Na és maga, látja? Végre most már tudom. Az álom minden semmi, a kert semmi. Minden semmi maga nélkül. Mert mi ketten már voltunk itt egyszer valamikor. Ó, bennünket valami sokkal több köt össze, mint az álom. Tudom, hogy ez így van. Méri hangja nyomatékosan rábeszélő volt, mintha kétségbe esetten azon erőlködnék, hogy a férfi megértse. És Méri szavai nyomán Harvey lelkében ködösen és visszaemlékezően, áttörve a valóság vastag szőnyegét, valami újra felemelkedett és megmozdult. Őrültségnek tetszett, őrült és alaptalan mesének. De itt, ezen a vulkánikus szigeten, amely a tenger hullámaiból emelkedett ki az örökké valóság kezdetén, az élet józan tényei nem voltak egyebek, mint mesék, és minden mese maga a magasztos valóság. Hirtelen, mint ahogyan a csillagfénybe sugározza az árnyakkal telt világot, hirtelen tisztán állott előtte találkozásuk jelentősége. Olyan volt ez, mintha az élet hirtelen most kezdődnék. Nem tudta megmagyarázni, nem is értette teljesen. Csak hinni tudott. Harvey közelebb lépett Méryhez. Az ég és a föld szépsége megtisztulva, ott ragyogott az asszony tekintetében, s lángoló üzemben áradt Harvey felé. Szerette az asszonyt. Nem tagadhatta, s most ott állottak a narancsfák ligetében. A szürkület egyre jobban elmélyült, és a hold, mint lassan zengő, ezüstös és szikrázó tömjén füstölő, ragyogva kúszott fel az égre, és fényáradattal vonta be a fákat. Az egyik fa alatt Méri megállt, s rámutatott a törékeny gajakra. Nézze, suttogta, hát nem gyönyörű és különös ez? Nehéz érett gyümölcsök húzták le a fa ágait, de ugyanakkor tele volt a fa virágokkal és bimbókkal is, melyeket a hold szelíd fénye most megvilágított. Bimbók és gyümölcsök, ártatlanság és tudás, a kettős kincs, amelyet Méri is titokzatosan egyesít magában. Harvey felnyúlt a lehajló lombok közé, és megsimogatott egy ragyogó narancsot. Úgy simult ujjai alá, hűvösen és márványosan, mint egy szűzikebel. Nem tépte le. Méri sem szakított le gyümölcsöt. Csupán egy csöpnyi kis virágos ágat tört le, és a virág kehelyből kiáradó illat arcába csapott. Harvey remegő gyöngétséggel nézte Mérit. Keblének finom vonalát, amely felemelt karja alatt élesen kirajzolódva, ártatlanul kínálta magát. Harveyt vágy fogta el, hogy megsimogassa, mint ahogyan az imént a gyümölcsöt simogatta meg. Méri, szólalt meg Harvey, és az asszony neve olyan édesen gyöngyözött ki ajkai közül, hogy könnyek szöktek a szemébe. Soha, még soha nem éreztem ezt, amit most, és soha magához hasonló szépséget nem láttam. Fel sem tudom fogni, csak azt tudom, hogy egész életem eddig, a percig szinte semmi sem volt. És Méri, mintha az idők végtelenje óta erre a percre várt volna, a narancsvirágillat áradatában eddig lehuny szemeit most szemérmesen Harveyra emelte. Az a furcsa lüktetés, ami egész napon át gyötörte, most újra megindult és vert, egyre dobolt halántékában. Azt gondolta, talán a boldogság okozza. Harvey vérében a zajló vágyakozás egyre nőtt, s arcán, amely most már nem volt beesett, a vadul feltámadt öröm tüze lobogott.
szányra kelt benne a gondolat, hogy még soha nem csokolta meg Mérit. Nem. Gondolta még csak az ujjait sem, melyek bizonyára hűvösek és lágyan simulnának ajkamra. Megremegett, és kezét kinyújtotta Méri felé. Méri olyan könnyűnek, talán még könnyebbnek érezte magát, mint a holdfényben remegő levegő. De agyában a lüktetés csak kopácsolt, dobolt, kalapált, összezavarta gondolatait. A narancsvirágot szinte öntudatlan révületben csúsztatta Harvey kinyújtott kezébe, és Harvey megremegve az érintéstől, Méri hajfűtje közé tűzte. Méri mosolyogni próbált. Milyen merevek lettek hirtelen az ajkai, és milyen szárazak. Mosolyogni sem tudott a reátörő rohamos gyengüléstől, amely most már mind jobban hatalmába kerítette. Harvey egészen az asszony mellett állt, olyan közel, hogy testének éres illata szinte beborította. Lélegzete elakadt. Együtt voltak ebben az elhagyott kastélyban, beburkolta őket az illatos, lángoló éjszaka, egyedül. Mindez a megváltoztathatatlan végzet elrendelése. A narancsvirág halványan megcsillant Méri hajában. Semmi. Az égen földön semmi sem tudja most feltartóztatni szerelmüket, azt a szerelmet, amelyet Harvey eddig még soha sem ismert, és amely most mégis csodásan, boldogan lobogott benne. Boldog? Boldog vagyok, felelte Méri elfúló hangom. Ez az egyetlen, amit tudok. Olyan könnyűnek és szabadnak érzem magam. Mindentől távol. Méri szíve úgy repkedett és dagadozott, mint a boldog énekes rigó torka. Érezte, hogy a férfi közeledik feléje, de érezte azt is, hogy teste kegyetlen börtönné válik, amely lelke lángoló sugárzását ridegen magába zárja. Egész lelkével vágyodott Harvey után. Ha ezt a vágyat nem csillapíthatja le, ez a halál keserűségét jelenti. Szeretem, gondolta Méri túláradóan. Végre megtaláltam a szerelmet, amelyre egész életembe epedve vártam. És az agyát kergető beborító sötétség elől menekülve halkan megszólalt. Azért jöttem ide, mert szeretem magát. Ó, szerelmem, megérti ezt? Nincs az életben semmi, csak maga. Azután végig simította a homlokát, fájdalmas, szánalmas mozdulattal. Harvey megdöbbenve merett az asszonyra, öröm és aggodalom tépte a lelkét. Az asszony sápadt homloka szinte vakított, és szemét, mintha hirtelen belső láz árnyékolta, süppesztette volna be. Ösztönösen kapott Méri keze után. Úgy égetett, mint a tűz. Égetett, sütött, mint az a forróság, amely az asszony homloka alatt lobogott, lüktetett. Harvey arcából minden szín eltűnt, míg az ajkai is elfehérettek. Eddig daloló vérében most a rémület száguldott. Méri, szerelmem, kiáltotta, a keze forró. Ez a furcsa, felelte az asszony nehézkesen most, újra visszatért. De éppen úgy el fog múlni, mint az imént is, nem jelent semmit, hiszen szeretem magát. Mosolyogni próbált Harveyra, de Harvey arcát egyszerűen olyannak látta, mint a lárvát, mely kísértetiesen gúnyolódik, eltűnve, felbukkanva, s aztán már nem egy, de sok lárva vigyorgott rá a narancsfák árnyékából. És túl mindezen, gyötrődve vágyódott, hogy érzelmeit felolvassa a férfi édes csókjában. Azután hirtelen megérezte a férfi visszahőkölését, megdöbbenését. Gyámoltalanul újra azt akarta mondani, de hisz szeretem magát. Azonban egyetlen szó sem hagyta el ajkát. Csak azok a vigyorgó lárvák keringtek, süllyedtek, emelkedtek körülötte, gyorsabban, egyre gyorsabban, szédületes iramban. Azután a föld felemelkedett, sötétség borult rejá. Ájultan hullott a férfi karjaiba. Harvey rémülten kiáltott fel, a szörnyű gondolat agyába hasított. Méri elernyett testét támogatva újra megragadta a kezét. Ütőerét megtapogatta a csukló boltozata alatt. Őrülten vágtatott. Arcát arcához szorította. Parázslott. Egész teste lángban égett. Ó, Istenem! Sóhajtott fel Harvey fennhangon. Miért is nem gondoltam eddig erre? Lázas! Méri fehér szemhéjai felnyíltak. Szeme egy másodpercig kitágultan és gyászos tekintettel nézett Harvey szemébe, mint egy kis sebzett madár. Végre, suttogta elernyedten Méri. De milyen szörnyű, furcsán érzem magam. Feje újra előre csuklott Harvey karjára.
Harvey egy pillanatig mereven bámult azokra lecsukott szemekre. Aztán szenvedélyes sietsége karjába kapta az asszonyt, s rohanva, botladozva vitte a kerten keresztül. Vissza a kastély felé. Az ajtót egyetlen taszítással belökte. Az előcsarnokban nem állt meg, csak hangosan kiáltozott. Manuela! Manuela! És gyorsan szaladt fel a lépcsőn be a szobájába. A régi brokát terítővel letakart ágyra lefektette Mérit. Zihálva térdelt le melléje. Nézte az asszony élettelen testét, amint tehetetlenül terül el az ágyon, és ekkor egy gondolat rohant át agyán, kínzó és gyötrő gondolat. Könnyek homályosították el a szemét. Magán kívül szorongatta Méri élettelen kezét. A csosszogó kaparászó hangra gyorsan megfordult. Manuela állt mögötte, komor, megdöbbent tekintettel nézegetett kifelé a homályból. Harvey a térdelésből fel sem egyenesedett, sietve hátra szólt. Az angol szenyóra beteg, elájult. Kérem, hozzon vizet, de gyorsan. Manuela nem mozdult. Rövid szünet után, amit Harvey elviselhetetlenül hosszúnak tartott, szinte fakó hangon megszólalt. És mit keres itted az angol szenyóra? Semmit, kiáltotta Harvey, de beteg. Gyorsan hozzon vizet a korsóba. Csend. A szolgáló kifejezéstelen arccal bámult, s úgy látszott, mintha furcsa feltevéseket forgatna tompa agyában. Azután hirtelen előrehajolt. Harvey vállán keresztül Mérire bámult, fakó szemüldöke alatt szemében rémület lobogott. Sea por Dios, kiáltotta éles visítással. Igaza van, amit mondott, igaz, a szenyora beteg. Dios mio, jól ismerem ezt az arc kifejezést. Hangja még visítóbbá vált. Dios mios, rá van írva az arcára, megkapta a sárgalászt. Elhallgasson, kiáltott rá Harvey nyersen. Mondtam már, hogy vizet hozzon. Segítsen, értette? Manuela hátrább húzódott, s habozott, hogy ellent mondjon-e vagy sem. De nem tette, csak állt, keresztbefont karokkal, furcsán, mozdulatlanul. Ajkai úgy összepréselődtek, mint egy csapda. Szó nélkül megfordult, válla felett még utolára hátra pillantott. Aztán kisúrant a szobából. Harvey felugrott az ágy mellől, meggyújtott egy gyertyát is. Keze annyira remegett, hogy az olvat viasz lecsurgott, s meleg cseppekben tapadt ujjaira. Kezével ellenzőt formált, s a gyertya lángját közel tartotta Méri arcához. Hosszan kutatva nézte a beteg arcot. A pirosság eltűnt róla, szemhéjai kissé duzzadtak, az ajkak bíborvörösek, mint a nyitott seb. Halk nyögés tört fel Harvey ajkáról. Tudta, hogy minden úgy igaz, ahogy Manuela mondotta. Manuela, hát soha nem jön már az az asszony. Kezeit vadul tördelte aztán. Hirtelen elhatározással kirohant a szobából, le a lépcsőn is eszeveszetten kiáltozta a szolgáló nevét. Manuela! Manuela! A kiáltás élesen szállt fel, és elhalt, keresztül harsogott az előcsarnok sötét homályán, az ebédlőn és a konyhán. Semmi válasz. Harvey kiáltott, és újra kiáltott. Azután az elhagyott konyhában megállott. Rádöbbent az igazságra. Manuelát elfogta a rémület. Megszökött. Harvey arca lassan megváltozott. Így hát egyedül van. Kivéve az öreg Marquezát, aki most már bizonyára alszik. Egyedül van Mérivel ebben az éjbe borult kastélyban. 10 másodpercig földbe gyökerezett lábakkal állt. Aztán egyik kis fazékban valami levesféle zümmögve forrt. Az elégett faparazsa szeliden meg megroppant. Kívülről beszűrödött a békák távoli brekegése, mintha csak gúnyolódni akarnának. Harvey tekintete megkéményedett az elhatározástól. Ledobta kabátját, körültekintett, felragadott egy színültig telt vízes korsót, mely ott állott az alacsony kőpatkán. A harmatos cserépedényt karjába szorította és felsietett az emeletre. Méri úgy feküdt ott, mint ahogy távozásakor hagyta. Ajkai szétnyíltak, gyors, szakadozott lélegzetétől keble zihálva emelkedett. Harvey rideg arccal kezdte Méri ruháit leoldani. Ujjai merevek és hidegek voltak, mint a jég, de már nem remegtek. Csak a szíve remegett halálos aggodalommal. Méri oly kevés ruhát viselt, teste oly könnyű volt, s a ruhák úgy siklottak le róla, mint a pókháló. Harvey sorra lerakta a ruhadarabokat a székre,
Ezek is, mint Méri törékeny, elomlóak voltak. A harisnyák szinte semmivé zsugorodva süppettek Harvey kezébe. Apró hideg veríték cseppek ütögszkedtek ki Harvey homlokán. Finom meccési orrát, mintha kőből vésték volna. Folytatta a munkát. Jól tudta, hogy az egyetlen parancsoló szükségesség megküzdeni az emelkedő lázzal. Méri bőre olyan fehér és sima volt, mint a sejem. Keblei kicsik és kemények, ártatlan rózsaszínű bimbókkal. Lágy árnyékcsíkok hullottak keresztben a kinyújtott testre, s homályba borították csipeinek mesztelenségét. Élettelen alakjából csodálatos tisztaság áradt. Harvey végül görcsös mozdulattal visszahajtotta a takarót, gyengéden átkarolta Mérit, és leeresztette a hűvös lepedőre. Egyik mozdulatára Méri karja ernyetten csúszott le, mintha helyet keresne magának a férfi nyaka körül. Ebben az egyetlen pillanatban nehéz szemhéjai felnyíltak, s öntudata visszatért. Látja, ilyen vagyok én, suttogta bágyattan. Csak kellemetlenséget okozok magának. Mielőtt Harvey válaszolhatott volna, Méri már messze járt, hullott lefelé vissza a sötét, mély öntudatlanságba. Harvey vizet merített, s gyorsan nekilátott, hogy ledörzsölje Méri mezítelen testét. Gondolatai kétségbeesett erőfeszítéssel dolgoztak. Lelke mélyébe hatolt a gondolat, meg kell menteni, meg fogom menteni, ha meghal, én is meghalok. Mit számít ez? Semmi sem számít, csak hogy megmentsem. Gyors kezei nyomán a bőr kissé hűvösebb lett, a forrásvíz cseppjei úgy ragyogtak Méri keblei közül, mint a harmad cseppek. Ezután szinte önmagát ámítva Harvey úgy képzelte, hogy Méri most már csendesebben lélegzik. Ujjai hegyét az asszony nyakára tette, hogy megtapintsa verőerét. Nem lassult-e a vérszáguldása? Semmi sem számít, gondolta bódultan, csak az, hogy Méri meggyógyuljon. És ezek a szavak újra és újra kiformálódtak belsejében, még csak betöltötték egész lelkét, s repülve szálltak ki a komorszobából, s a ki nem mondott vágyódás felszállott az éber, figyelő égboltra. Ledobta a törőközőt, óvatosan letakarta Mérit a lepedővel, s odaállt melléje. Aztán egy gondolata támadt. Lesétett a konyhába, egy csésze teletöltött forró levessel tért vissza. Amikor a leves már langyosra hűlt, gyengéden feltámasztotta Méri fejét, s megitatta. Méri gépiesen, mint ki félálomban van, nagy kortyokban lágy és tikkat aljakkal ivott. Ez a látvány, hogy Méri hogyan nyeli le a langyos levest, mérhetetlen megnyugvással töltötte el Harveyt. Bátorság költözött a lelkébe, csendesen félretette az üres csészét, s leült az ágy mellé. Előrehajolva kezei közé fogta Méri ujjait, melyek belesimultak és megpihentek tenyerében. Csendben peregtek a percek. A virrasztás különös boldogsággal töltötte el. Reménység költözött megdermedt szívébe. Megfogadta önmagának, hogy megmenti Mérit. Kint a békák egyre kuruttyoltak, szenvedély nélkül, egyhangú, ostoba brekegéssel. Egy éjszakai madár lágy szárnyai végig súrolták az ablakot. A kerek hold bevilágított, és csodás fényével elárasztotta a szobát. Kis ideig időzött csak ott, aztán lassan tovább vonult. Hosszú, néma éjszaka. S Harvey egyre csak figyelt, s ápolta Mérit. A 20. fejezet. A gyertyák már tövig égtek, a pompás és tiszta hajnal már megérkezett. A levelek lágyan zizegtek, lerázva magukról az álmot, amikor Susan Tranter megindult Los Cinesbe. Gyors léptekkel haladt a hegyről lefelé. A szégyen pirja öntött el az arcát. Kissé még korán van ahhoz, gondolta, hogy az ember látogatóba menjen. Hát ez igaz is volt. Mégis amint egy szál virágot letépett, s a ruhájába tűzte, azt gondolta, hisz semmi rossz nincs benne. Mi ketten együtt dolgozunk, nem igaz? Majd éppen a reggelinél találom, arcán azzal, azzal a nyugalommal. Az is lehet, hogy rám mosolyog. És majd együtt megyünk a faluba. Igen, ez nagy boldogság volt számára, hogy ilyen események összefűzték Harveyval. Igaz, hogy a járvány túljutott már a tetőfokán, és csökkenésének jeleit már meg lehetett állapítani. Már kidühöngte magát, és éppen olyan gyorsan vonult vissza, mint ahogy feltámadt. És bármit mondjon is Rogers, most már a hatóságok is munkához láttak. Nem olyan ez a munka, gondolta Susan, amely élőlényen igazán segíthetett volna. Ezt nem lehet mondani.
de a célját mindenképpen betöltötte. A polgári vezető Hermozában tartózkodott, vele egy katonaorvos is. A halottakat eltemették, a házakat fertőtlenítették, segélykórházat állítottak fel, és szigorú vesztegzár alá helyezték a falut. Susannak kevesebb tennivalója akadt, mint szerette volna, de mégis nemes munka volt, amit végzett. És ezt a munkát Harvey oldalán végezni, ó, ez maga volt a boldogság. Izgalmas boldogság, ami legyőzte a bátyja miatt érzett nyugtalanságát. Tudta, hogy valami baj van Roberttel. Susan ellenezte, hogy belebonyolódjék a járvány elleni küzdelembe. Ez nem az ő feladata. Még nem is elég egészséges ahhoz, hogy kitegye magát a fertőzésnek. És mégis, amikor látta, hogy egész nap fásultan méláz, s Rogers gúnyos tekintetére valami tevékenységet színlel, mérhetetlen nyugtalanság fogta el. Ez a nyugtalanság nem tudta kioltani szemének fellobbanását, lefékezni lépteinek fürgeségét, amikor kinyitotta az ajtót, és belépett a Los Cines előcsarnokába. Az ebédlőbe sietett. Semmit mondó arca most ragyogott a boldogságtól. Még nem is terítettek a reggelihez. Még senki sem volt ott. Susan meglepetten is habozva állt meg, azután egy kis mosoly röppent át az arcán. Arra gondolt, elaludt. Természetesen még nem jött le a szobájából. A mosoly ott maradt az arcán, mint egy titkos gondolat. Aztán megfordult, és lassan felment a lépcsőn. Megállt Harvey szobája előtt, és aztán félénken kopogott. Felkelt már? Kérdezte. Furcsa csend következett. Azután belülről Harvey hangja hallatszott. Susan fülét az ajtóra szorította, mégsem tudta kivenni a szavak értelmét. Újabb csend, s aztán Harvey hangja újra megszólalt, most már érthetőbben. Kérte Susant, hogy lépjen be. Susan lenyomta a kilincset, betette maga mögött az ajtót. Három lépést tett előre, s ekkora mosoly elröppent ajkáról. Szája rideg vonalba szaladt, tekintetének fénye elhomályosodott. Harvey aggodalmas arcáról pillantás az ágyban fekvő alakra siklott. Halk sikoltást tört fel kebléből, de nyomban elfojtotta. Nagyon beteg, szólalt meg Harvey fakó, szintán hangon. Az az átkozott sárgaláz, és elfordította fejét. Susan számára az egész világ hirtelen meghalt. Még csak nem is gondolt rá, hogy megkérdezze, hogyan került ide Mary. Elég az, hogy itt van. Ez a nem is sejtett csapás reménytelenül kioltotta újra ébredő kedvének minden lángját. Tekintete élettelenül járt körül a szobán. Mindent meglátott. A nedves törőközőket a padlon, Mary mezítelen karját, a kezét, amely most Harvey kezében pihent, a selyem alsóruhák apró halmát, amely leplezetlenül ott feküdt a széken. Erre a látványra görcsös fájdalom rohant át egész valóján. Küszködve önmagát legyőzve kérdezte. Nagyon beteg? Igen. És nincs semmije sem, még egy hálóruhája sem? Mit határoz ez? Egész éjszaka mellette virrasztott? Igen. Tegnap egész nap dolgozott, és most éjszaka virrasztott. Nagyon fáradt lehet. Harvey nem felelt, a lány is hallgatott. Harvey mégis homályosan úgy érezte, hogy illenék valami magyarázattal szolgálni. Ezért röviden elmondta, hogy Mary az előző este érkezett ide. Susan félrefordított fejjel hallgatta. Azután megszólalt. Itt nem tarthatja, Santa Cruzba kell vitetnie. Itt semmi sem alkalmas a betegápolásra, hisz orvossága sincs. Mindent megkaphatok, amit csak akarok. Mérit nem lehet szállítani. És nem is akarom, hogy elszállítsák. Susan nem felelt, feszülten, szinte nevetségesen egyre csak a padlót bámulta. Mély sóhaj rázta meg belülről anélkül, hogy elroppant volna ajkáról. Aztán megmozdult, s lassan előre lépett. Levetette kalapját, pamutkesztyűit, és az ablak mellett lévő kis asztalra tette őket. Hát akkor jobb lesz, ha most pihenni megy, szólalt meg végül folytott hangon, amelyből közönösség érződött. Szörnyen fáradt lehet, azt gondolom, hogy addig én ápolom. Úgy látszott, mintha Harvey nem is hallotta volna, amit mondott. Csak akkor pillantott fel kissé, és figyelte Susan csendes, óvatos mozdulatait, amikor a leány a szobában rendezkedni kezdett. Ekkor megszólalt.
Ez azt jelenti, hogy segíteni fog nekem az ápolásban? Én fogom ápolni. Mást úgy sem tehetünk, és az ápolás az én kötelességem. Harvey az ármatlanságtól megkínzott szemével áthatóan vizsgálgatta a leányt, és aztán halkan mondta. Ezt nem fogom elfelejteni magának. Maga valóban nagyon jó. Susan hirtelen megállott, mintha fullánk érte volna. Mélységesen elpirult, míg a homlokát is elöntötte a szégyenpír. Már-már úgy látszott, hogy nem válaszol, amikor hirtelen felkiáltott. Téved, s hangja most már nem volt közönyös. Nem a jóság késztet arra, hogy vállaljam. Egészen más. Állíthatom, hogy ez nem jóság, hanem a legrosszabb fajta féltékenység.